szeretettel köszöntök minden megjelentet. Nagyobb részét erre számítottam, tehát reméljük, hogy így is konstruktívan tudunk lenni. Úgyhogy én nem sokat szaporítanám a szót, én átadnám a szót a szakembereknek, így prezentációt fognak csinálni. Azért vagyunk itt most együtt, hogy aki ehhez a témához hangsúlyozottan lehet, más is, de igazán ezt nem falunatnak szántuk. Hát itt a kizárólag a részről beszélni, persze, ha valami felmerül, fel fogjuk írni, meg tudjuk beszélni, de a jelenlegi összejöltözőnek ez a tárgya. Tehát aki ehhez hozzá tud szólni, a településsel kapcsolatosan van ötlete, ami megvalósítható természetesen, esetleg van valami olyan elképzelés, amit a jövőben szeretne látni, azonban ez az alkalom arra, hogy elmondja ezeket, és megpróbáljuk beleépíteni ezt az általános koncepcióba. Akik eljöttek, gondolom, hogy az újságban olvasták is ezt a dolgot, hogy mit képzeltünk mi el. Ugye rácsolódnak a helyzetben nem annyira könnyű. Tehát tudjuk, idegenforgalmat szeretnénk fejleszteni, ipart nem annyira, meg nincs is rá lehetőségünk. Tehát itt a bevételi forrásoknak az előteremtése komoly gondot okoz. Tulajdonképpen a egyetlen az idegenforgalom, erre van kiegyezve az egész koncepció, de egy pár olyan elképzelés is belekerült, amit szeretnénk megcsinálni. És akkor én átadnám a szót a észünk készítőinek, az Orbáni stúdiónak a lévő képviselőinek. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Viszkai Krisztina vagyok, az Urbani Stúdió ügyvezetője, település tervező. A címem település tervezéssel foglalkozik. Mit is jelent ez? Gyakorlatilag olyan terveket készítünk, amelyek a különböző települések fejlesztési koncepcióit, rendezési tervezését, illetve a helyi építési szabályokat határozzák meg. Ezek különböző országos jogszabályokban meghatározott módon készülnek, megkötött eljárás és tartalom szerint. Lenne egy kisebb bemutatón erre vonatkozóan. Én el is kezdeném, majd utána átadom a szót. Egy pár gondolatot mondanék arról, hogy is állnak föl azok a tervi rendszerek, amelyeknek most egy elemét készítjük, pontosabban egy folyamatnak egy első fázisában vagyunk. Tehát a településfejlesztés az egy olyan tervi műfaj, amely meg kell, hogy feleljen, figyelembe kell, hogy vegye az országos, illetve a régió különböző fejlesztési elképzeléseit, illetve a budapesti agglomeráció területrendezési tervét. Ezen kereteken belül a település adottságaira alapozva és helyzetére, település hálózatban betöltött szerepére alapozva lehet meghatározni azokat az irányokat, ami mentén a település hosszú távra megkívánja határozni, hogy milyen jellegű legyen, milyen legyen az élete a jövőben, milyen fejlesztéseket támogasson, milyen fejlesztéseket próbáljon inkább visszaszorítani, mert kedvezőtlennek a jövőjét tekintve. A településfejlesztési koncepció tehát hosszú távú célokat határoz meg. Ezen célok mentén készül el az az úgynevezett rendezési tervcsomag, ami két részből áll, a település szerkezeti tervből és a helyi építési szabályzatból. A településfejlesztési koncepció, tehát azt a tervi műfajt, aminél most tartunk fázisban, azt az önkormányzat majd határozattal fogja elfogadni, hasonlóan határozatot fog hozni az erre alapuló település szerkezeti tervből. Ez a település szerkezeti terv fogja meghatározni azokat a területhasználatokat, fő infrastruktúra elemeket, amelyek tulajdonképpen a település terében való lehetőségeket rögzíti, meghatározza azokat a védelmi elemeket, vagy védett részeket, amelyre oda kell figyelni, illetve meghatározza azokat a korlátokat is, amelyek figyelembevételével lehet az egyes területeken, telkeken, a későbbiekben építeni.
A település szerkezeti terv alapján kell felülvizsgáljuk a ma hatályos helyi építési szabályzatot. Ezt már az önkormányzat nem határozattal, hanem rendelettel fogja elfogadni, tehát tulajdonképpen ez az építésnek a helyi törvénye, helyi jogszabálya lesz. A korábbi fejlesztési koncepciót és szerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot is a mi cégünk készítette 2003 és 2005 között. Jogszabály is elírja, hogy ezt általában 10 évenként felül kell vizsgálni. Mindemellett az elmúlt időszakban olyan jogszabályi kormányrendeleti változások voltak, amelyek miatt egyfajta úgymond jogi harmonizációt is el kell, hogy végezzünk. Tehát most ott tartunk, hogy tavaly döntést hozott a képviselőtestület arra vonatkozóan, hogy elindítja ezt a tervcsomagot. Ősszel elkezdtük a vizsgálatokat, ezeket decemberben számítottuk le, majd a vizsgálatok alapján, ezek nagyon mélyreható vizsgálatok, majd kolléganőm pár részletet megmutat belőle, ezeknek a vizsgálatoknak az alapján kidolgoztunk előzetesen irányelveket. Ez februárban bemutatásra került, mint vitaanyag, sajnos csak egy vélemény érkezett rá. És tulajdonképpen ennek alapján megyünk tovább az meghatározott tervi ütemrend szerint, és gyakorlatilag ez az első megmérettetése a koncepciónak, hogy önöknek bemutatjuk. Ez nem végleges anyag, ez munkaközi állapot, tehát várjuk azokat az észrevételeket, amit vagy konkrétan az újságban is megjelent vitaanyagra, illetve ahogy polgármester úr is mondta, hogyha van további ötletük, véleményük, akkor mondják el, be tudjuk még építeni, sőt, várjuk a észrevételeket. És akkor én átadnám a szót kolléganőmnek, Vásárhelyi Kingának, hogy a településfejlesztési koncepciót ismertesse. Köszönöm szépen a szót. Én még annyival elészíteném ki a településfejlesztési koncepciónak a műfaját, hogy azon túl, hogy ez hosszú távú fejlesztési célkitűzéseket tartalmaz, ez azt is jelenti, hogy nem tartalmaz konkrét problémák konkrét megoldását. Tehát elsősorban azokat az értékeket, irányelveket rögzíti, amelyek mentén a település majd a jövőben a különböző fejlesztési elképzelései meg tudja ítélni, hogy egy rendszerezett, hosszú távú jövőkép megvalósulása érdekében tudja majd ezekről dönteni. A munkánk átfogó vizsgálatokkal kezdődött, aminek természetesen a kiinduló pontja az a történeti vizsgálat, a település történeti vizsgálata. Egészen az ókortól indultunk régész szakember bevonásával, történeti térképekkel, elemzésével próbáltuk feltárni a település elmúlt 250 éves történetét, a különböző betelepülési hullámokat, a nagyon érdekes lakókat, akik itt leányfalunk letelepedtek, nagy élvezettel végeztük ezt a munkát. Kicsit szárazabb a vizsgálatoknak az a része, ami már a településrendezéssel és a szakágakkal foglalkozik. Egy nagyon komplex vizsgálat készült, egy 200 oldalas és 50 térképet tartalmazó vizsgálat. Itt tényleg csak a fölvillantok belőle néhány vizsgálati térképet, ami mindenfélét a funkcióktól a tulajdonvizsgálatig, örökségvédelemig vizsgáltunk. Külön foglalkoztunk a különböző domborzati viszonyokkal, lejtés viszonyokkal, meredeklejtőkkel, és fókuszba helyeztük a Dunapartnak a vizsgálatát, a Dunapart különböző szakaszait vizsgáltuk, hogy melyikeknek milyen adottságai vannak, melyek azok, amelyek természeti állapotban vannak, melyek azok, amelyek intenzív használatban. Jellemző keresztmetszeteket is készítettünk erről, hogy minél inkább meg tudjuk majd határozni a Dunapartnak a jövőbeni szerepét. Itt csak néhány szakági tervet villantok fel,
ugye a közmű és a közlekedés térképek kiemelkedő fontosságúak voltak, de táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi térképek és szöveges vizsgálatok és értékelések is készültek. Itt egy picit megállnék, ez a lakossági kéréseknek és az igényeknek a feldolgozása 2006 és 2015 közötti különböző formában, e-mailen, beadott levélben, beérkezett és az önkormányzat által összegyűjtött lakossági kérelmeket egy ilyen táblázatban dolgoztuk fel. A különböző oszlopok rögzítik azt, hogy ki adta be a kérelmet, mikor adta be, mi a tartalma, térkép kivágat, a hatályos helyépítési szabályzat övezeti mellékletének és védelmi korlátozási mellékletének a kivágata is szerepel, konkrétan arról az adott ingatlanról, amivel kapcsolatban beadták a kérelmet. És az a üres oszlop, amit pirossal bekereteztem, az szolgál arra majd, hogy ennek az egész folyamatnak a végén oda mellé tesszük azt az értékelést, hogy végül is mi lett erre a kérésre a megoldás. Ezzel már egy kicsit előre szaladok, mert ugye most még csak a településfejlesztési koncepciónál tartunk, de nem volt felesleges ennek a 65 lakossági kérelemnek a végigolvasása és végigértékelése, mert voltak olyan típus kérések, jellemző kérések, amelyek már a koncepcióra is visszahatnak. Ilyen volt például az, hogy a lakófunkció létesítését sokan kérték, akiknek olyan övezetben van ingatlanjuk, amely jelenleg üdülő övezeti besorolásban van. És majd később látni fogják, hogy már a koncepcióban erre reagálunk, és majd a későbbi rendezési típusú tervekben is. Ugyanilyen rendszerben feldolgoztuk nem csak a lakossági kérelmeket, hanem az önkormányzatnak fejlesztési javaslatait is, illetve a leányfalui és a szentendrei építés hatósági hivataloknak az észrevételeit az egész jelenleg érvényben lévő rendezési eszközökkel kapcsolatban. És ezekből is leszűrtük a koncepcionális következtetéseket. Ugye néztük a 2003-as koncepciót is, amelynek két fő célkitűzése volt. Az egyik az üdülő falu imázs megőrzése, a másik pedig a beköltözések visszafogása. És ugye ezeknek a tekintetében némi irányváltás lesz majd szükséges, mert lehet érzékelni, hogy a beköltözés az kicsit erőteljesebb volt ahhoz képest, mint amennyit kívánatosnak tartott ez a 2003-as koncepció. Ugyanakkor ennek a koncepciónak számos pozitív megvalósult eleme is van. Gondoljunk az intézményfejlesztésekre, a különböző bővülő ellátásokra, a településközpont fejlődésére, a főút forgalom csillapítására, hogy csak néhányat említsek. Mindezeket a vizsgálatokat egy probléma és értéktérképen foglaltuk össze, tehát azok a problémák és értékek, amelyek térképen megjeleníthetők, azokat ábrázolja egy ilyen a település egészét mutató térkép, mellette megjelölve az adott problémát vagy értéket. Én ezt mind nem szeretném felsorolni, de néhány nagyon fontos, sarkalatos következtetésről azért beszélnünk kell. Ezek tulajdonképpen nem is szétválaszthatók, hogy melyik probléma és melyik érték, hiszen attól függ, hogy honnan nézzük. Ugye ez az első helyen szerepel a népesség növekedésének az üteme, amit az előbb is már említettem. Ugye ez 2400 főről 3400 főre nőtt a település lélekszáma 2001 és 2011 között, tehát ez egy markánsabb növekedés, mint amit a régi koncepció kívánatosnak tartott volna, tehát ezzel az új koncepciónak szembe kell nézni, és erre reagálnia kell. A népesség növekedés szoros összefüggésben van azzal is, hogy Leányfalu a szabad területek hiányoznak, hiszen egyik oldalról a Duna, a másik oldalról az erdők, mind a kettő védett terület behatárolja
az, hogy merrefele növekedhetne egyáltalán a település, gyakorlatilag nincs már növekedési potenciál, ami azt jelenti, hogy a meglévő már belakott területek válhatnak egyre intenzívebben lakottá. De ennek van egyfajta veszélye, hiszen ha egyre intenzívebben veszük igénybe az amúgy is infrastruktúra hiányos területeket, akkor pontosan azok a természeti értékek, azok az épített értékek, amik leányfalut vonzóvá teszik az ide vágyók szemében, és az itt lakóknak pedig egy kellemes életminőséget tudnak biztosítani, egy jó érzést, azok veszhetnek el. Tehát ezt a problémakört kellett valahogy együtt kezelni az új koncepcióban. Külön foglaltuk össze a település központra vonatkozó problémákat is. Ez megint részletekbe menő elemzés, amit szintén nem akarok most itt kifejteni. A lényeg, amit az előbb összefoglaló jelleggel elmondtam, és ezekre igyekszik a koncepciónak, az új koncepciónak az első változata valamilyen fajta választ adni. A koncepció feladata, hogy egyfajta jövőképet, egy valóban hosszú távú jövőképet tűzzön ki. Leányfalu a Dunakanyar gyöngyszeme lehetne abban a tekintetben, hogy mindenféle szempontból egy magas presztízsű település legyen, ami megmutatkozik az ingatlanok értékében, de megmutatkozik a mindennapi élet jó minőségében, az itt elérhető jó szolgáltatásokban, és egy erős helyi közösség együttélésében, együtt munkálkodásában. A koncepció a jövőképet egy összetett célrendszerrel alapozza meg, ebben vannak átfogó célok, részcélok, beavatkozási területek, ezeknek egy bonyolult rendszere, amit nem is akarok szintén bemutatni, mert talán nem is szükséges. A legfontosabb, hogy van 10 komoly célkitűzés, és ennek a 10 célkitűzésnek a mentén a legfontosabb koncepcionális elképzeléseket úgy gondolom, hogy be tudom önöknek mutatni. 4 olyan cél van, ami komplexitásában kiemelkedik a többi közül. A Dunapartnak a fejlesztése, a település központnak a fejlesztése, ugye ez a kettő össze is metsződik egy bizonyos területrészen, az idegenformagalmi vonzerő fejlesztése, és a hegyoldalaknak a mérsékelt lakóterületi fejlesztése, amelyel igyekszünk pontosan a lakossági kérelmekből leszűrt következtetésekre reagálni. A Dunapart fejlesztése. Ugye ez az a terület, ami az idegenforgalmi vonzerőnek is a területe lehet. Ha megengedi, végig mondom az egészet, és akkor utána lesz lehetőség a hozzászólásokra. Tehát a Dunapart egyszerre az idegenforgalom potenciális területe, de az itt élőknek a sport, szabadidő, rekreációs területe is, ugyanakkor jelentős területek még természeti állapotukban vannak jelen. Ennek megfelelően, meg a vizsgálatainknak megfelelően többféle típusú partszakaszt tudtunk lehatárolni. A megőrzendő ártéri erdő partszakasz célja az, hogy a természetes állapotában maradjon ott meg az ártéri erdő, és beavatkozás ne ilyen történjék. Ugye ez a partszakasz egybeesik a vízműterülettel, illetve a déli részen a Zordvillával szemközti szakaszon van egy ilyen kis egész keskenyedő partszakasz. Narancssárga szín jelöli az intenzív terheléstől kímélendő partszakaszokat. Itt már van ember által igénybe vett funkció a területeken, de a még meglévő természeti értékeket a lehetőségekhez képest érintetlenül kellene hagyni ezeken a szakaszokon. A kékkel jelölt intenzívebben igénybe vehető partszakaszok közül a világosabb az úgynevezett rekreációs partszakasz, ez a termálfürdőtől északra
található. Ez az a terület, ami a nagyobb területigényű közösségi funkciók számára biztosíthat a helyet sportpályáknak, vagy esetleg ide tudna letelepedni kis hajókikötő, jet ski kikötő, ami az idegenforgalom szempontjából járul, hozhat hozadékot a település számára. A sötétkék szakasz az úgynevezett település központi partszakasz. Ugye ez az a rész, ami most is a legintenzívebben van igénybe véve. Itt lehet egyfajta arculatteremtést végrehajtani, a egységes utcabútorokkal, esetleg fitness eszközök kihelyezésével. Tehát ezzel a település központtal is szorosan összefüggő életteli szakasz kell, hogy legyen, tehát ilyen funkciókat be kell, hogy fogadjon. Amiről még nem beszéltem, és azt az egész partszakaszt érinti, az például a kerékpárút, ugye, ami ma is egy jelentős hosszon kiépült, és talán önöknek előtt is ismert, hogy az Euróveló 6-os regionális kerékpárút hálózat nyomvonal is itt menne keresztül, és nyilván erre oda kell figyelni, hogy a gyalogos és a kerékpáros közlekedés, ha ez a regionális kerékpárút kiépül, akkor szétválasztásra kerüljön a partszakaszon, illetve nagyon fontos, hogy a kerékpárút északi vonalvezetése az milyen nyomvonalon haladjon tovább. Erre a regionális tervek is egyelőre több változatot tartalmaznak, de a település ehhez képest még egyéb javaslatokat is el tud képzelni. Tehát itt még nem ford ki teljesen a végleges elképzelés. A település központ fejlesztésének célkitűzése. Ugye itt számos meglévő funkció található. Központi intézmények, mint például a faluház, amiben most vagyunk, vagy a polgármesteri hivatal, de ugye itt a könyvtár is itt van, mindenképpen igényli a közterületeknek, vagy a közösség által használt területeknek valamilyen fajta minőségfejlesztését. Elsősorban itt a kulturális épületek körül, kicsit nyitva a Dunapart felé is. És ugye, ahogy már mondtam, pontosan a település központ az, ami a rekreációs és a település központi Dunapart szakasszal összemetződésben van, és a parti sétány és a központ közötti átjárás erősítésére lenne szükség, hogy például a parton, vagy a víz felől, vagy a kerékpárúton érkező látogatókat minél jobban be tudjuk csalogatni a település központba, hiszen a parton túl is vannak még látnivalók, amiket érdemes bemutatni, megmutatni. Ugye ilyen például a római őrtorony, amit egyfajta visszaépítéssel érdekessé lehetne tenni, vagy például ki lehetne találni egy kulturális tanösvényt, hiszen itt vannak ezek a nagyon érdekes kulturális dimenzióval átszőtt villák, ami kifejezetten az egész Dunakanyar területén Leányfajú falut egy kiemelt pozícióba teszik. Tehát ezeket felfűzve egy érdekes, végigsétálható látványelem lehetne, amiért már érdemes bejönni, nem csak végigmenni a parton, hanem bejönni a település központba. Tulajdonképpen folytatom ugyanott, bár ez már egy új célkitűzés, az idegenforgalmi koncepció fejlesztése, de gyakorlatilag ugyanannál a témánál vagyunk, mint ahol az előbb abba hagytam. Az idegenforgalmi vonzerő fejlesztésnél ugye ebben egy picit vesztett a potenciáljából a település, és talán a célcsoportok jobb definiálásával sikerülhetne visszacsalogatni bizonyos turista csoportokat. A vízi turizmus nyilvánvaló, hogy a központi helyen kell, hogy szerepeljen, és a kerékpáros turizmus is. De nem szabad elfeledkezni a bakancsos turistákról sem, ugye itt turistautak is érkeznek le
vagy indulnak a településről. Budapest közelsége talán abban pozitívum, hogy vállalati csoportos tréningek vagy különböző speciális rendezvények számára is helyet adhatna Leányfalu, és ebből profitálhatna. Volt már szó ugye itt a helyi értékek láthatóságának az erősítéséről, de fejleszteni kellene a szolgáltatási infrastruktúrákat is, vendéglátás, szálláshely szolgáltatások, és hangsúlyt kell fektetni a célzott programmarketingre, tehát rendezvényszervezés, ennek a szervezeti hátterét is ki kell dolgozni, vagy ki kell alakítani. Az idegenforgalomhoz tartozik három nagy területegység, amelyeknek szintén nem kristályosodott még ki igazán a jövője. A termálfürdő fejlesztését külső tőke bevonásával lehet csak hosszú távon megoldani. Ugye ez az önkormányzat felelőssége, ez a közösség tulajdonában van ez a termálfürdő. A tőle északra lévő terület és a kemping terület, ezek magántulajdonban vannak. Fejlesztésük egyelőre kérdéses, viszont mindenképpen oda kell figyelni, hogy a átmeneti hasznosítással is foglalkozzon az önkormányzat, tehát ha módjában áll, akkor érje el azt, hogy a tulajdonosokkal megegyezve valamilyen használatba kerüljenek ezek a területek, amelyek a közösség érdekeit szolgálják, illetve arra kell odafigyelni, hogyha ezek a fejlesztések beindulnak, akkor a dunaparti sávnak a közösségi használata ne csorbuljon. Tehát pontosan az a rekreációs partszakasz, az továbbra is biztosítsa a közösség számára az átjárhatóságot, a Dunának a megközelítését. Az első három cél összefoglalásra került egy térképen is. Ennek ugye a részleteiben nem mennék bele. Tehát amiket az imént elmondtam, azokat itt a térképen, ha valaki elböngészget, akkor megtalálja a különböző dunaparti szakaszokat, a Dunapart megközelítési pontjait, ezekben a megközelítési pontokban biztosíthatók a parkolók, a csónakházak, ezeknek a kezdeményei részben már megvannak, fejleszthetők tovább, új ilyen pont alakítható ki északon a Névtelen utca környezetében, felfedezhető a térképen a település központ, ahol a kulturális tanösvény, a római őrtorony található, és hát tulajdonképpen ezek a legfontosabb dolgok, amiket itt el szeretnék mondani. A negyedik célkitűzés az az előző háromhoz képest ugye kicsit más témát ölel fel, ez a hegyoldalak lakófejlesztése. Ugye itt jelentkezik az a bizonyos probléma, hogy számos terület az üdülővezetben sorolt, ahol lakóépület nem létesíthető. Ez a szigorú övezeti besorolás az elmúlt időszakban mind a lakosoknak, az egyéneknek, de mind a településnek problémákat okozott, pont az infrastruktúra kiépítés terén, hiszen az önkormányzat nem tudott pályázni csatorna támogatásra, mivel azt olyan területre adnak, ami lakóterület és nem üdülő terület. Tehát e tekintetben át kellett gondolnunk, hogy a jövőben mi lehetne a megoldás. A hegyoldalt, vagy inkább a Móricz Zsigmond út a nyugati oldalát három részre osztottuk. A legnagyobb rész az úgynevezett beépült hegyoldal, ahol úgy gondoljuk, hogy ennek a bizonyos lakóterületi státusznak a megadása, ez igenis elképzelhető. A déli településrégen
és a tökösmező környékén ott még úgy érezzük, hogy vagy azért, mert még egyszerűen nem mutatkozik beépítési igény, vagy azért, mert részletesebb vizsgálat lenne szükséges látvány, meg beerősültség szempontjából. Itt még úgy érezzük, hogy nem mondanánk azt, hogy ez a lakóterületi státusz megadható. Persze az, hogy ezek valóban élhető lakóterületekké váljanak ezek a területek, ugye ahhoz számos dolgot kellene fejleszteni a közterületeken, a csatornapótlásokat, nem is beszélve a felszíni vízelvezetés megoldatlanságairól, és nem lenne rossz dolog a lakosságot sem bevonni ezek az infrastruktúra kiépítésekbe. Tehát ebben a tekintetben ugye számos korlát, ma is létező, korlátozó tényező, korlátozó lehatárolás van érvényben a területen. Ugye részletes elemzést végeztünk, ezen a térképen látják a pirosan a mai lakóterületek, a narancs, nem, ott is látszik ilyen, tehát a narancssárgák vagy a sárgák azok, amik üdülő területek ugyan, de lakóépület is építhető bennük. És ami a kivetítőn tulajdonképpen fehéren marad, azok a területek, az üdülő területek, a színtiszta üdülő területek, ahol lakóépület nem létesíthető. Ezek a csíkozások a csatornázatlan területeket mutatják. Ezek a sötétebb foltocskák a csatornázatlan területeken belül a már elkészült csatornaterveket mutatják. Ez a nagy lehatárolás egyben mutatja a különböző geotechnikai lehatárolásokat, ezek a földcsúszás és erózió által veszélyeztetett területek. És ez az utolsó a hidrogeológiai lehatárolásokat mutatja. Tehát ez mind olyan lehatárolás, amire vonatkozóan a mai előírások, a érvényben lévő előírások különböző korlátozó, vagy adott esetben tiltó szabályokat határoznak meg. És ezek a korlátozások továbbra is érvényben kell, hogy maradjanak, hiszen ez a most nagy szavakat mondok, de az ember élet meg a vagyonbiztonság érdekében vannak, hiszen ha megcsúszik a föld, viszi magával a házat is, ne adj Istennél az ember életébe is kerülhet. Tehát ezek továbbra is érvényben maradnának, de a lakó státuszt megkaphatnák a területek, és itt pontosan az válna lehetővé, hogy az infrastruktúra fejlesztés megvalósuljon, és akkor már az építés lehetősége is adott lesz. Egy kis kitérőt teszek, mert ugyanez nem a hegyoldalakról szól, de a lakó státuszról szól, hogy mi a helyzet a Duna mentén. Ugye a Duna mente az nagyvízi meder és hullámtér egyben. Ugye megint kivetítem ezt a kis térképünket, ami mutatja, hogy hol vannak lakóterületek és üdülőterületek, és itt láthatjuk, hogy a Duna mentén is van lakóterületünk is, és abból az üdülő területből is van, amelyikben lehet lakót építeni, a déli település részen, illetve a kemping és a kemping melletti terület az üdülő terület, ahol ma lakó nem létesíthető. Ugye ez a nagyvízi meder lehatárolás a mai. A nagyvízi mederben új beépítésre szánt területet nem fogunk tudni kijelölni, ugye felsőbbrendű előírás alapján, de a jelenleg már beépítésre szánt területek maradnak, és azoknak a státusza is marad. Tehát ami ma olyan üdülő, amiben nem lehet lakó, akkor továbbra sem lesz lakó, és ami ma lakó, az marad lakó. Még annyit el kell, hogy mondjak, hogy a nagyvízi mederél kijelölése jelenleg folyamatban van, ugye az elmúlt évek nagy árvizei miatt ezt kiterjesztik. Már megemelték tavaly decemberben a mértékadó árvízszintet, ami a település esetében azt jelenti, hogy 70-90 cm-rel emelték ezt meg, ami valószínűleg azzal járna, hogy a nagyvízi meder éle az túl fog terjedni ez az új kijelölés a Móricz Zsigmond út túloldalára, ami nyilvánvalóan értelmezhetetlen dolog, ezért ahhoz kell, hogy ragaszkodjon a település, hogy a jelenlegi nagyvízi mederél mentén jelöljék majd ki
az első rendű védvonalat, ahol meg kell védeni árvíz esetén a települést. Most visszatérek a koncepciónak a különböző célkitűzéseire, és nem hagytam ki az 5-ös számot, csak a 6-os az most jobban illeszkedik még a témáinkhoz, mert olyan típusú, aminek van térbelisége, területisége térképen ábrázolható. Ugye a helyi ingatlan gazdálkodást az önkormányzatnak a közösségi érdekek mentén kell végeznie, társadalmi, gazdasági szempontokat kell a fókuszba helyeznie. Néhány kiemelt ingatlant soroltam itt föl. Ugye kiemelt ingatlan az önkormányzat tulajdonában a Zord Villa, aminek a fenntartása, működtetése meghaladja a közösség lehetőségeit. Úgyhogy itt a koncepcióhoz illeszkedő értékesítés lehet a műemlékhez méltó használat egyik megoldása, amelyben természetesen a településnek garanciákat kell arra kapnia, hogy ez valóban méltó hasznosítás lesz. Vannak kisebb önkormányzati tulajdonok, amelyek elsősorban a különböző közösségi funkciók számára tudnak helyet biztosítani. Ugye a Klein villának egyfajta oktatási kulturális hasznosításáról van szó, vagy a bölcsőde alapításról, a Vargaházban, a termálfürdőről már ugye beszéltem, tehát ez is egy nagyon fontos tulajdona a közösségnek. Mindenképpen közösségi kézben kell tartani, cél, hogy önfenntartó legyen. És hát még vannak más önkormányzati tulajdonok is, ugye az iskola, az óvoda, ahol az ingatlan fenntartás, fejlesztés az nyilvánvalóan az önkormányzat feladata. Intézmény és szolgáltatás, fejlesztés, identitás, erőtés, ezek elsősorban társadalmi célok, amelyeknek területi vonzatuk annyira nincsen. Az épített és a természeti értékek hatékony védelme annak már ugyan van, de ez is kapcsolódik a közösségi élethez, a fenntartásba, a közösség bevonása, ez is egy identitás erősítő program lehet. Az épített és a természeti értékeknél pedig egy racionális védelmi keretek kialakítására kell a jövőben törekedni. A 9. célkitűzés ugye az infrastruktúra hiányok pótlása. Erről is beszéltünk már érintőlegesen, ugye ez is mutatja, hogy minden mindennel összefügg, nem lehet steriden szétválasztani itt a különböző célokat. De persze az egész település tekintetében rendszerszerűen kell gondolkodni erről a feladatról, rendszerszerűen és ütemezetten kell pótolni ezeket. Ugye itt a csatornázásról beszélünk, a felszíni vízelvezetésről beszélünk, ami egy óriási probléma, és már előrelépés is van benne, mert a megoldás első lépése egy vízrendezési tanulmány, ami készülni fog hamarosan. És az utak burkolása, az utak jobb keresztmetszetén kialakítása. Persze ennek korlátozza a költségvetés mozgástere, és csak egy számtalan példával szeretném illusztrálni, hogy milyen különbözőségek és nagyságrendbeli különbségek vannak a lehetőségek meg a szükségek között. A KSH adatai alapján Leányfalunak kiépítetlen utak, a Leányfalu kezelésében lévő kiépítetlen utak hossza 26,7 km. Az önkormányzat becslése alapján ebből 5 km nagy meredekségi út és 21 km nem annyira meredek út. Na most ezeknek a kiépítése összesen 1,4 milliárd forintot tenne ki. Ehhez képest a 2015 évi költségvetés útépítési keretek 10 millió forint.
Ez azt jelenti, hogy 142 év szükséges az utak kiépítéséhez. Persze, ha nem veszünk figyelembe azt, hogy a már kiépített utakat is föl kell időnként újítani, meg tönkre mennek, stb. Tehát ezt azért hoztam föl ezt a példát, hogy lássák, hogy milyen korlátok között lehet mozogni. A tizedik célkitűzés a rendszer szerületű közlekedés fejlesztés. Ugye tudjuk, hogy így kellene a közlekedést fejleszteni, de hát az előbb is bemutattuk, hogy nem mindig van erre pénz, vagy nem mindig van erre lehetőség, de ettől még a hosszú távú koncepcióban mégiscsak ezeket a legfontosabb közlekedés fejlesztési elemeket rögzíteni kell. Tisztában kell lenni azzal, hogy marad a meghatározó leányfalunk a közúti közlekedés, akár személyautó, akár közösségi közlekedés tekintetében. Ugye ebben kiemelt szerepe van a 11-es útnak, amelynek a forgalomcsillapítása, gyalogos kerékpáros keresztezési lehetőségeinek a fejlesztése, az továbbra is szükséges. A hosszú távú koncepció fel kell, hogy tartsa azt az összetűző belső nyomvonalat, ami távlatban valamennyi talán enyhíthet majd a 11-es út terheltségén. Ugye a kerékpáros közlekedésről is volt már szó, elsősorban az Euróveló 6-os nyomvonal és annak északi továbbvezetésével kapcsolatban. A település egyik elképzelése, hogy Pócs megye irányába a település központon belül egy gyalogos kerékpáros híddal össze Pócs megye és Leányfalu központját. A vízi közlekedésnek számos szempontból van szerepe, nem csak kirándulókat tud idehozni, hanem ugye ma már ismertek, hogy agglomerációs vízi közlekedési elképzelések is vannak Leányfalu megállóval. Az ilyen regionális összefüggés projektekbe vagy programokba a településnek mindig ott kell lenni, mindig az érdekeit kell érvényesítenie. Most az utak jobb keresztmetszeti kialakítása és burkolása, erről már azért elég sokat beszéltünk. Ez a két térkép azt mutatja, hogy mindaz a sok dolog, amit ennek a tíz célnak a mentén megpróbáltam elmondani, ez a sok egymással is összefüggő dolog térképen is ábrázolásra került, tehát a településfejlesztési koncepciónak van egy jó 50 oldalas szöveges része, és van egy térképi része. Tulajdonképpen két térképből áll ez is. Az egyik egy összefoglaló térkép, itt láthatják, hogy a Dunapart, megtalálhatják ugyanúgy a különböző Dunapart szakaszokat, a település központot, a belső elkerülő útnyomvonalat, a hegyoldalaknak a lakóterületi státuszát, hát nem nagyon jól mutatja a kivetítő, de ezek mind felfedezhetők a térképen, és tulajdonképpen egy külön térképen ábrázoltuk az infrastruktúra fejlesztési feladatokat, a csatornázandó területeket, az útfejlesztési területeket, a Dunapart megközelítési pontjait, amik egyben eszközváltások pontjai, ahol lehet biztosítani a kerékpárról, csónakról, kerékpárra, illetve autós megállás. Tehát ezekre kell gondolni, de persze valaki részletesebben megnézi a térképet, akkor még több információt talál rajtuk. A településfejlesztési koncepció pedig végül ezt az egész célrendszert, ezt lefordítja ilyen 5-10 éves feladatokra is, hogy mik a legfontosabb elvégzendő feladatok. Ezeknek is két típusa van, a beavatkozások, azok, amelyeket önállóan, saját erőből, a közösség, a polgárok részvételével Leányfalu el tud indítani, vagy el tud érni, illetve vannak az érdekérvényesítő feladatok, amelyet elsősorban a településen megjelenő magánfejlesztői elképzelések,
vagy pedig a regionális nagy projektekben való részvétel vagy beintegrálódás szempontjából fontosak, ezekre figyelemmel kell lenni, ott kell lenni. Ezeket sem olvasom most föl részletesen, tulajdonképpen a már elmondottaknak a feladat szerint megfogalmazott listájáról van itt szó, amivel zárul az egész koncepció. Én megköszönöm a figyelmüket, és várjuk a javaslataikat és az észrevételeiket. Műszaki problémákról is szó van, tehát úgy gondolom, hogy a műszaki problémákat megszakadnak, az egzaminatban szóljon hozzá, és lehetőleg a lényegre koncentráljon. Jó? És igen, és akkor a fölfogjuk írni a hozzászólóknak a nevét és a címét. Jó? És akkor a hölgy volt legelőször ott. Jó, akkor Kiskarnai vagyok, helyi lakos, Erdély utcában lakunk. Több kérdést írtam fel, ezeket igyekszem röviden feltenni, és elfogadok rá akár egy-két szavas, vagy egy-két mondatos választ. Az egyik, hogy számomra jól követhető, koncepcionálisan nagyon jól felépített volt ez az elgondolás. Ezzel együtt szeretném a tervezőket megkérdezni, hogy felmerült-e bennük pont a betelepülő létszáma és azok demográfiai összetétele miatt, hogy a település esetleg elmozduljon koncepcionálisan a családbarát jelleg irányába. Akkor mindenki tegyen a választ? Ez esetleg összeütközésbe kerülhet időnként a turisztikai. Mondjam el az összes kérdést? Szó került a Klein Villáról is, lesz esetleg pályázat ennek a tartalommal való megtöltésére. Az is elhangzott, hogy a hegyoldal lakófejlesztését némileg hátráltatja a szennyvízzel vezetési jelenlegi problémája. Kérdésem, hogy felmerült-e ennek akár, és akkor itt már jövőbe pillantunk, tehát nem csak a jelen helyzetre ad lesz válasz, hanem vélelmezve, hogy 5-10 év múlva teljesen mások a fenntartható működésben egy biológiai, sokkal környezetbarátabb megoldással, való megoldással. Ennyi kérdésem. Köszönöm. Jó, akkor én erre választanék, amelyikre tudok. Tehát a Klein Villa kapcsán már beadásra is került a pályázat, sőt az eredményt azt most várjuk. Hát akkor a hölgy lehet, hogy nem sűrű újságolvasó, mert azért ez megjelent az újságjainkban. Tehát óvoda pályázatot írtak ki a Klein Villán, az óvodában komoly gondok vannak, most a beiratkozáskor ez kiderül, és sőt a Klein Villán nem csak a felújítás, hanem egy elhaladó bővítést is kapnak. Erre várjuk a választ, nagyon szorongva várjuk a választ, meg kellett volna már érkeznie, nagyon reméljük, hogy ez egy 100 milliós projekt, 95%-os intenzitás, tehát 5 millió körülbe kerülne a falunak körülbelül ennek a rendbetétele. Három csoportszolás bővítést terveztünk oda. Ha ez nem jön be, akkor én megígértem a választások alatt, hogy valamit, tehát mindenképpen a további államomlását megadok, jövő évi költségvetésben ígérem, ami a tető az bele fog kerülni, és legalább a tetejét rendbe fogjuk tenni. De nagyon reméljük, hogy ez be fog jönni. Családbarátságra szeretném mondani, hogy ugye a közösségi tereknek a fejlesztése pontosan itt a település központban, a kulturális intézmények környékén, a sportpálya, a játszótér, ezek mind családbarát szempontból kell, hogy legyenek. Elnézést kérek, hogy a család szó, és a családbarát szó nem hangzott el, de természetesen belegondoltuk és beleértettük egyértelműen ezt a fajta orientációt. A csatornára egy autentikus
személyt fogom megkérni, hogy válaszoljon. Engedjék meg, hogy én válaszoljak a csatornázás kérdésére, miután ezzel a tervben a közműves fejezet elkészítésében én működök közben. Természetes minden egyes alkalommal vizsgáljuk, hogy a csatornázás és a helyegyedi megoldás az hogy hangolható össze. Probléma, ez nem egy ilyen egyszerű megoldás, egy olyan településen, ahol nagyon komoly vízbázisvédelemmel kell foglalkoznunk, és nem szabad kockáztatni, hogy a vízbázis bármilyen elszennyeződést szenvedhessen. Meg kell bízni az embereknek a törvény tiszteletében is, hogy betartják a szabályokat, de azért ennél óvatosabbak a rendelkezések. Eleve az a terület rész kiesik az ilyen alkalmazási lehetőségből, ami vízbázisvédelmi területként nyilvántartott. A másik nagyon nagy probléma a gyakorlatban, mert elég jól ismerjük ezeket a kis berendezéseket, hogy a tisztított vízzel mit tudnak csinálni, mert ugye addigatos az, hogy felszín alatt azokat ugye véncsőrendszerrel szétterítik a telken. De probléma az, ahol olyan a topográfiai viszony, mint amilyen például Lányfaluban, ott az veszélyes, mert nagyon nehéz, és a telkek nem olyan túl nagyok, és nagyon veszélyes az úgynevezett szikasztókúpnak a telken belül tartása. Tehát, ahol a hegynek az oldalán már pedig az egész Lányfalu ilyen adottságú település, pont ott, ahol nincs kiépítve még a csatorna, ott az alatta levő ingatlanokat veszélyezteti, hogyha nem szakszerűen használja a berendezést. És ezt a kockázatot nagyon nehéz felvállalni, úgyhogy mi egyelőre azt pártoljuk, hogy természetes minden alkalommal megvizsgáljuk, meg a lehetőségével is foglalkozunk, de egyelőre ennek széles teret nyitni, egy ilyen topográfiai viszonyok mellett nem javasolható, tehát ezt nagyon óvatosan kell kezelni. Úgyhogy mi csináltunk erre kutatást, és annyit szeretnék elmondani, hogy a Magyarországon kapható ilyen szennyvíz, ilyen tisztított szennyvíznek az a úgymond kúpja, amit abban a passzív időben, amikor nincsen biológiai aktivitás, tehát magyarul kevésbé tudja felszívni a növényzet, tehát a téli pampó időszakban, amikor szintén használják azért, hogyha lakócélként használják azt a telket, és akkor is ugye el kell nyelepni a földdel gyakorlatilag a tisztított vizet. Ez bizony rétegvíz kapcsán az alsó szinteken nyomás, víznyomást okoz, és akkor a pincékben is betör a víz, úgyhogy egyelőre ez kockázatos. Erre még reflektálnék, ugye most szembesültünk ennek a konkrét problémával, a Szarvas utca, körülbelül tudható, hogy hol van, ugye az erdő alatt, és ott keresett meg hölgy, aki ráadásul a utcának a jobb oldalán lakik, tehát nem is a hegyfelüli oldalon, ugye az emésztőgödre, ami ilyen szikasztós volt, és ha meg elszaposodott, és utána jóval lejjel fekszik az emésztőgödre, mint a háza, így képes ugye a víz arra, hogy magasabban kijöjjön a szennyvíz aknának a tetején, és ott csordogál szépen le a szomszédokon. Ha ugye megvizsgáljuk az utcát, a további részét, ebben nem épül most csatorna, az alatta lévőben igen, tehát elvileg a megoldható lenne, hogy levezetik a szennyvizet, de a fölötte lévő soron hatalmas házak épültek, és ugye én kérdeztem, hogy látott-e már a hölgy valaha cippant autót az utcába? Nem. Tehát ez egy nagyon érdekes probléma így, hogy ugye a óriási házaknak az összes vize a hegyoldalba szépen csordogál lefele, és hát hol köt ki? Egy házzal lejjebb, vagy szépen megy lefele. És itt ugye mai szabályok szerint építési engedélyt már erre a területre nem is adhatnánk, nem is adhatunk ki. Zárt szennyvíztisztítóval esetleg, de ez sem megoldás, mert hát tapasztaljuk, hogy a zárt szennyvíztisztító nem zárt szennyvíztisztító. Igen, akkor a Bényi bácsinál van a mikrofon, akkor előbb is, akkor jól adja. Volna benne. Lányfalun van egy objektum, amely a földrajzi gyakorló tér nevet viseli. Ki van odaírva, kiírtam, hogy csillagászati, meteorológiai, hidrológiai megfigyelésekre készült terület. Egyedül egyetlen egy van ilyen az országban. Ez nagyon jól sikerült, és kérem szépen a helyiek, még a testületek, az önkormányzatok testületi tagjai sem ismeri kellőképpen. Tehát van az országban egy egyedülálló, nagyon jó, színvonalas
gyakorlatban is bemutatott sok iskolás részére. Idegenek jönnek erre, és ott vagyok a gyakorlótér mellett a Dunaparton, és akkor jönnek be, és bemutatunk nekik ezt a gyakorlóteret. Tehát van nekünk valami, és ez a gyakorlótér nagyon jól sikerült, az országban egyedülálló. Ennek nagyobb propagandát kellene hát teljesíteni, létesíteni. Nem úgy járunk, mint a Csolnoki Jenő írja a Balatonról, hogy a balatoni ember akkor fürdik a Balatonba, ha beleesik. Hát mi is ne csak akkor vegyük észre, teljesen rámutatunk. Tehát ez az objektív, ki van oda írva a szöveggel is, hogy csillagászati, meteorológiai, stb. Célra alkalmas terület. Tehát nyugodtan büszkék lehetünk rá, és ennek nagyobb propagandát kellene adni, és erre kérném a polgármester urat, hogy valamiképpen hasonló, hogy legalább helyszinten, lányfali szinten jelenjék meg róla egy cikk, vagy valami. Én nagyon szeretném, hogyha a testület tagjainak én egy külön bemutatót tartanék nekik, nagyon szívesen meg, hogy ismerjék meg, mert látva, érzékelve, tapintva lehet igazán értékelni egy-egy objektumot. Hál' Istennek, nagyon jó sikerült objektum, nagyon sok iskolás máshonnan, az ország különböző részeiről jönnek, és én gyakran kint vagy ottan rendbe teszem, hogy rendben legyenek a dolgok, és gyakran jönnek iskolást és bejönnek. Úgyhogy nagyon nagyobb sikere van neki, és hát ehhez kellene nagyobb propagandát élni. Köszönöm szépen! Igen, én minden alkalommal, amikor még képviselő voltam, akkor is propagáltam, hogy az iskolában menjenek le. Szoktak lemenni, sokkal ritkábban, mint ahogy kellene. Teljesen egyetértünk ezzel a Génimásúval. Én hát nem azt mondom, hogy minden alkalommal, amikor iskolában járok, de többször említettem az igazgató asszonyát. Hát most az, hogy ez az órarend mennyire teszi nekik lehetővé, nem hiszem, hogy megakadályozni, hogy egy földrajzórát tartsanak. Úgyhogy én ígérem, és hogy eddig is mindig megtettem, hogy nem kell elérni, hogy az iskola jobban használja ezt a lehetőséget. Még talán annyit tennék hozzá, hogy ezek azok az apró, de fontos dolgok a településen, amik picik kis vonzerőt tudnak adni, többletet tudnak adni, például a kerékpárút mellett, aki kikerékpározik a Dunakanyarba, egy megállópontja lehet ez a földrajzi gyakorlótér. Én javaslom, nem tudom, hogy fönn van, de meg fogjuk nézni, hogy például föl kell tenni az internetre, a Google-ba, mint egy megjelölés a kerékpáros térképekre. Tehát ma a világ úgy működik, hogy lehet fejleszteni, lehet eladni, lehet bemutatni, hogy van valamink, anélkül, hogy különösebben nagy költségbe kerülne ez, föl kell tenni az internetre, meg fogjuk nézni, hogy szerepel-e, jó? És a vizsgálatunkban is szerepel természetesen. Igen, az úr volt akkor. Köszönöm szépen, polgármester úr. Lapa Ferencnek hívnak, mi nem vagyunk lányfalusiak, budapesti lakosok vagyunk, de üdülő ingatlanok van, egy feleségem a tulajdonzatok, Zolgavári Katalin, Szívecske utca 11. Ez egy rövid zsákutca, nem szélált burkolatú, és nincsen csatornája mai napig. Már most elkezdődött a csatornázás, és ezzel kapcsán szeretnék hozzászólni, ez egy konkrét téma. Viszont vannak javaslataim és észrevételeim azzal kapcsolatban, hogy mit, hogy lehet a jövőben jobban csinálni, mint ennek a projektnek az előkészítése kapcsán a projekt cég csinálta. 4 vagy 5 évvel ezelőtt már emlékszem pontosan, akkor indult ez a beruházás, és volt itt egy indító értekezett ebben a teremben. Akkor jó néhány kérdést föltettünk, én magam is. Műszaki, gazdaságossági és itt a kérdéseket, nem kaptunk rá választ. Aztán elindult a projekt, befizettünk. Az összes információ annyi volt, hogy a gesztor cég ki lesz, és hogy milyen számlára kell teljesíteni a befizetéseket. Ez folyamatba került. Sokan nem kaptunk kimutatást sem például az OTP kifizetések, illetve a tárgyalásokról. Ezt egy szomszéd asszonyunk érte, hogy tegyem szóval, mert egy például nem kapott. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ennek a projektnek az előkészítése szerintem nagyon
helyenészre már, legalábbis ami a lakosság tájékoztatását és bevonását illeti rendkívül helyenészre történt. Sem akkor, sem azóta nem nagyon kaptunk erről bármilyen érdeklődésre sem tájékoztatást. Most is például egész életben tudtuk meg azt, hogy ő üdülött tulajdonosok nélkül, hogy itt lesz egy lakossági fórum, mert csak a postás jóvoltából kapunk szívességből községi lapot. Mert egyébként állítólag, aki üdülött tulajdonos, annak nem jár. Na most mi elég ritkán vagyunk itt, tehát egyébként adót fizetünk, azelőtt nem is kevesebb, mert az adott illetés az a üdülött tulajdonosok adottlája volt annak, mint a helylakóké. Amit szeretnék mondani, elkezdődött ez a csatorna építés. Fölküldtek az utat, visszatemették, nem tudjuk, hogy mi történt. A szomszéd azt mondunk, kedden kint volt, ő beszélt a kivitelező cég valamilyen emberével, megadta a telefonszámát, nem hívták vissza a felesége, mint tudták, őt sem keresték. Azt annyit kaptunk, hogy ne jöjjünk az utcába, mert nem lehet elhajtani, most szerencsére visszatemették. Amit láttunk, hogy föl vannak jelölve a, például nálunk a képkocsi bejáró kapunál betonra felfestettek jeleket, feltehetően ott képzelik az áttörést egy betonfedett alatt. Mögötte fenyőfák vannak, azokat valószínűleg a gyökérzetet sérteni a nyomvonal a telekről a kivezető csőnek. Minket nem keresett meg senki ezzel kapcsolatban. A kérdésem az, hogy hogy lehet odavarni, hogy ez a projekt cég vagy a kivitelező bennünket bevonjon, velünk konzultálni. Amikor ez az indító értekezlet volt, én itt felálltam, és azt kértem, hogy utána a tereprejtés olyan, hogy egy egyszerű gravitációs rendszerrel ezt a 100 métert, hogyha az önkormányzat közérdekből mondjuk elrendelt volna egy szolgálmi jobb bejegyzést egy telekre, egy nyeles telekre, akkor a 11-es úton lévő főgerincvezetékbe be lehetett volna kötni olcsón, egyszerű műszaki megoldással, megbízható módon ezt a levezetést. Most eljött, megtudtuk, hogy fölfelé szivattyús átemelős rendszerrel akarják az utca tetejére fölnyomni majd a szennyvizet, aminek számos, először sokkal drágább, másodszor megbízhatatlan sok problémája lesz. Erre soha nem tért vissza senki, és nem kaptuk választ. A kérdésem az, hogy lehet ezzel még most módosítani. Kettő, hogy a telkekre kötelező levezetés kapcsán hogy lehet ebben részt venni, hogy ne ott önkényesen vágjanak át, vagy jelöljenek kivevezetést, ami az mi érdekeinket sérteni. A másik probléma pedig, hogy miután közültjétkép nincsen az utcából, az élőben nincs, aki tudna, hogy hol megyünk rá ezt nézési tovább, feltárás nem volt, csak most ennek kapcsán. Egy csomó helyen föltárták a munkabőzőt csináltak, meg átadástak, tehát kérdődik, hogy az nincsen semmi visszatemették. Földkóvacot maradt, a szomszédnál a lépcsőt összetörték, ezt kérte, hogy tegyünk szóba a helyettes nevében, és az útfelületét pedig nem tudjuk, hogy hogy fogják helyreállítani. Csak ennyi a kérdésünk, tehát nagyon kérjük az önkormányzat hatalmas közleműködését, illetve hogy bennünket vonjanak be erre, hogyha szükséges, akkor közvetlenül a kivitelezővel tudjunk egyeztetni. Köszönöm szépen. Ugye nem az önkormányzat a beruházó. Egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy a kolléganő már kéri is az adatait. Feske utcáról hallottam, tehát jól tudjuk, hogy Lányfalul már el kellett volna kezdődni ennek a projektnek. Az első kezdési időpont január 19 lett volna, és ugye most már május 19-ét írunk. Ennek az idén kész kéne lennie. Én most voltam a társulási tanácsnak a ülésén. Ott ült a kivitelező, és hevesen bólogatott, hogy augusztusra ebből csatorna lesz. Sem, tehát gyakorlatilag Lányfalun a készültsége nulla, pedig már majdnem készen kéne legyen, tehát teljesen reménytelen helyzetben vagyunk, az önkormányzat nem beruházó, mi a járogatása találása kötelessége lett volna, elég komoly pénz szerepelt a projektbe erre a PR tevékenységre, meg kellett volna keresniük, így szólt a szerződés, minden tulajdonos egyeztetni velük, hogy hova kívánják a bekötéseket tenni. Így szólt a szerződés. Ez megtörtént egyszer, és akkor megbeszéltük, hogy az még korai, majd tavasszal. És azóta keresjük ennek. Minimum az ötödik kivitelezőnél tartanak, mert ugye a szokásos magyar beruházási stílus, az Áhíd vállalta ezt a dolgot, hogy az Áhíd életében nem épített csatornát, az alvállalkozók jönnek-mennek, minimum az ötödikét tartanak, lasszóval fogják, hogy a hegyi utakon, Lányfalun és Tahiba kiépítsen csatornát. Oda át már jobb a készültség, de ott a homokban viszonylag könnyű a túltámadás. És egyébként arra, amit ugye felvetettek,
nagyon kutatóáronak szánták, valóban úgy, ahogy úr mondta, hogy megnézzék, hogy hol vannak a... Egyébként a Jóri válaszol meg, ők is a jobban tudja, hogy a főmérőkünk, de egészen biztos, hogy az ember nem fog tudni változtatni. Tehát a gyakorlatilag nincsen, egyszerűen mi is ugyanannyira tehetetlenek vagyunk velük szemben, mint önök. Egyet tudunk tenni, megadjuk az elérhetőségüket, a Szent kollega ugye némi segítséget adott önöknek, ennyit tudunk, hogy mi is fölkeresünk őket, telefonálunk és elmondjuk ezeket a panaszokat. Én azt hiszem, hogy ha ez készen lesz, az én 5 évet fogok öregedni ebben a faluban, az egészen biztos, hogyha ez a minimális csatorna, mert mégis minimálisról van szó, ami a faluban épül, mire megépüljön. Ez kaotikus állapotokat fog teremteni, pláne úgy, hogy egyszerre fogják elkezdeni mindenki, mert ugye ez Euróuniós projekt, és ezt elvileg év végére meg kellene fejezni. Hát erre semmiféle esély. Sajtos úrral, mi vagyunk a leghosszabb helyzetben, hogy ott valónak a polgármestere, mert itt a legnehezebbek a viszonyok. Hát látták Szentendrén is, akik arra autóznak, hogy micsoda fejetlenség és micsoda a szakszerűtlenség is látszik ezeken a csatornákon. Tehát ebből nagyon sok probléma lesz. Jóni? Vagy mindenre megválaszoltam? Elkértem a címet, és két állandó lakos van egyébként az utcában, amiket könnyű megtalálni. Van 4 üzlet és 1 lakatlan épület. Hát szóval ez egy szörnyű torkóra lesz az önkormányzata, annak ellenére, hogy nem mi vagyunk hangsúlyon, nem mi vagyunk a beruházik. Csak, bocsánat, csak egy adalék. A szomszédasszonyunkkal azt közölték fényként, hogy a szomszédterek, a szomszédasszonyunk megkért annak a közlésére, hogy őneki azt mondta a kivitelező cégképviselője, hogy a szomszédterek fogják tenni a emésztő aknát, ami nonsens. Hát hogyan lehetséges az, hogy a más rendelkezés állott tereket tegyenek valakinek egy ez tiszta nonsens. Nem is kérdeznek, egyszerűen elkezdenek ásni ott, és lehet, ha kijövök, akkor lehet, hogy a kapunak a betörnésze már föl van törve. Én annak idején egy koncepciális ölletést tettem, hogy milyen alapon terveznek úgy egy projektet, hogy mondjuk ott, ahol a fajlagos tekerülési költség egy ilyen csatornát, mondjuk a mi Nyúrvarsú utcánban, ahol egy rejtővezetéken megezett volna, ahol sem csinálni. Nagyon kevés, és máshol pedig kilométereket kell kényszerítéket ásni annak, hogy távolálló épületeket összekesen. De mindegy, ez a projektnek a koncepciójában benne, hogy egységes lesz, és nem tudom, hogy hogyan szokták el a költségeket. Mondták, hogy ennyi, senki nem látott el, hogy miért ennyi, elvállaltuk, csak hát ez tényleg elképzelhetetlen, hogy élet után is nem itt tartott. Köszönöm szépen. Egyáltalán nem az önkormányzatot akartam ezen kívánni. Köszönjük Önök is. Valami segítséget várunk. Mi maximálisan fogunk segíteni, de ha hozzánk fordulnak, mi is azt tudjuk csak tenni, hogy fordulunk a társuláshoz, és a társulásnak ugye megvan a GESZTOR szervezete, a Pócsmegyeri Önkormányzat, ennek megvan egy kialakult szervezete, hozzájuk fordulunk és megpróbáljuk orvosolni. De effektíve mi a kivitelezőkre hatni nem tudunk. Csak kiabálni tudunk, és ugyanúgy azt mondjuk. Török Boldogné vagyok a Bátyás Király út 46-ból. 1988-ban vásároltunk meg ezt a kis rémtellérházat, ami körülbelül most már 120-130 éves lehet, de ez egy romos épület volt. Itt minden rossz volt. Roskadott volt tető, nem volt szigetelve. Mi az évek során sok-sok milliót költöttünk a házra. Teljesen új tetőszerkezet, komfortosítva lett kívül belül, minden kicserélve, ajtók, ablakok. És egy pár év után védetén nyilvánították ezt a kis épületet. Miután ebbe hoztuk. És az lenne a kérdésem, hogy én azt szeretném, hogy erről a házra ezt a védettség címet levennék. Tulajdonképpen a résznek a módosításánál ezeket figyelembe fogjuk venni. Tehát mind a fa védettség, mind pedig az épületeknek a védettsége eltúlzott lányfa. Rákerültek olyan ingatlanok is, nem tudni milyen okból, mert a védettsége nem indokolt. Hát azt megígérhetem, és ide erre majd átadom a mikrofont, mert egy koncepció is született, hogy nem egyfajta védettség, többféle védettséget kellene. Kérlek, lenne egy nagyon szigorú, ami a
muszáj megőrizni, mert vannak ilyen házak, és egyenként meg lesz vizsgálva, végig fogunk venni a készítés folyamán. Most már inkább a főépítészünk, és meg fogja vizsgálni azt, hogy ezekkel a házaknak az érettsége mennyire indokol. Tehát ez a hésznek a módosításának egy pontja, hogy ezeket rendbe tegyük. Ugyanúgy a házakat, mint a védett fasorokat, fákat, illetve a kertekben élő védett növényzetet, mert az is nagyon eltúlzott, ami a jelenlegi hisztartalmaz. Én semmiféleképpen nem szeretnék védettséget a házon. Ez az egyik. A másik meg az, hogy hát nagyon szomorú vagyok, hogy ez a világháborús emlékmű ilyen állapotban van, mint amilyen állapotban most van. Ez koszos, piszkos, ez soha amióta fölállították, nem lett letisztítva. Reánfalunak szégyene, hogy a hősök emlékműve ilyen állapotban van. Szóval több odafigyelést kérnék, és azt, hogy hozzák rendbe a szobrot, a posztamenset és a körletét is. Jó. Ahogy meg fogom nézni. Körletét, én szerintem az a talán nincs, hogy a parkot takarítjuk. Valóban a szobor, én nem tudom, le voltam mosva, de arról nem figyeltük oda, meg fogom nézni. Köszönöm. Akkor a védett házra, akkor még a... Jó napot kívánok! Még a védett házra, azt kérdezem, hogy miért szeretné, hogy ne kerüljön mindenképpen ez a védettség, hogy szabad-e megtudni? Késő problémák lehetnek. Nem szeretnék. Mi annyit költöttünk erre a házra, hogy szeretnénk önállóan mindent intézni. Akár eladást, vagy bármit. Nem szeretném, hogyha az önkormányzat esetleg beleszólna. Vagy valami feltételekhez kötné. Mert hallottam, hogy nagyon sok helyen probléma van ez ügyben. Jó. Jó. Köszönjük szépen. És ugye, ahogy a polgármester úr mondta, ugye van egy külön helyi védelmi rendelet Leánfalun. Tehát nem a helyi építési szabályzatnak a része ez, annyiban pontosítanám, hanem egy külön rendelet van, amit a Hészhez képest könnyebben is tud módosítani a saját hatáskörében az önkormányzat. És valóban ebben legalább 90 épület van most helyi védelem alatt, és ennek az egész védelmi rendszernek az átgondolását, megújításán gondolkodunk. Én reálisan körülbelül azt tartanám, hogyha mondjuk lenne 20-30 olyan épület, ami tényleg olyan villaépület, ami Leányfalú identitása szempontjából tényleg megérdemli a védelmet, és a többi épület az valamilyen enyhébb kategória, vagy lekerülne a védelem, de ez még nem tartunk itt. De figyelem, most felírtuk a címet számot, és figyelembe fogjuk venni. Igen. Köszönöm szépen. Hát szeretnék először is bemutatkozni, hogy Bővéva Irén és Bói Zsigmond 75-ben lakom. Másfél éve, én tehát úgy beköltözőnek számítanék is, de én őslakos Csillaghegyiként jöttem. Hasonló problémák, hasonló gondok, ugyanazt látom, mint ami nálunk volt, mert hosszú-hosszú évtizedekig. Na most, hát ugye ott is a római part, itt is a Duna part, ezek a helyek is, tehát én tulajdonképpen hasonló problémákat látok itt is, és hát úgy vagyok új beköltöző, hogy nem új ház, hanem egy hétvégi ház, amit átépítettek családi háznak, és úgy adták el, tehát semmi különös terhelés, ilyesmi nem történt. Na most kezdeném az elsővel. Kerékpár út kontra gyalogosok. Kérem szépen, szét kéne választani a két funkciót, de mind a kettőt meg kéne tartani. Jó, hogy jön egy Európai Uniós, nem tudom, elsorstak út, a kerékpár útban az a gyakorlat, hogy vagy a gyerek, vagy a kutya, vagy az ember, vagy mindenki veszélyben van, biciklivel együtt, vagy anélkül is. És rengetegen ott kocognak, úgyhogy befutnak. Úgyhogy valamilyen funkciót, tehát szét kéne választani valahogy a kettőt, valamilyen módon, és a másik, ami nagyon lényeges lenne, és nagyon fontos, Bori Zsigmond nyugati járda. Kérem szépen, az nem lehet járdának nevezni, az jelen pillanatban már autóparkolóként üzemel, és köszönöm szépen, de autós, drága autós lakotások.
mindenkit nagyon kérnék, hogy középen ne tessék parkolni, vagy be, vagy ki, nem lehet mellette elmenni, babakocsival végképp nem. Úgyhogy, és a járva állapota, hát az hagyományra is beszélünk. Na most, ami nagyon fontos lenne még. Néhány nappal ezelőtt azt vettem észre, hogy eseleteltesen ugatnak a kutyák, kinézek. 1, 2, 3, 4, 5 tigázos autó, mikrobusz, stb. És gázszak, mikor kimentem. Hát utána néztem, mi történt. A markoló gép a gázcsövet eltörte a Balózsa utca elején. Kérem szépen, évfélig dolgoztak a gázosok. A csatornaépítők, igen. A csatornaépítők egy olyan keskeny utcából, ahol egyik oldalt ott a meredek patak, jó, hogy nem abba esett bele a markoló, és a másik oldalon ott vannak a házak. Benöntött egy kerítést is, úgy félig. És mi történt? Hát kérem szépen, a Szentendrén láttam, hogy van kisméretű markológép, amivel lehet dolgozni. Itt nem azzal dolgoznak. Itt egy hatalmas nagy gép beállt oda, értesíteni itt sem értesítettek senkit. Egyetlen szerencséjük van a földlakóknak, hogy át tudnak menni a öregek otthonán keresztül. Le tudnak jönni a boldogtanyai felé, mert különben nincs kijárásuk sem. És ott is az történt, hogy márciusban már megjelent a papír, hogy jön a csatornaépítés, utána letérték a papír, és most jöttek körülbelül két hete. Tehát valami irgalmatlan fejetlenség uralkodik, mondjuk engem nem érint, mert lent ugye az alsó szakaszon mindenkinek van csatornája. Tehát eznek, de ez borzalmas állapot, én meg tudom érteni a föntlakókat, akik ki vannak borulva emiatt. Na most még egy lenne közlekedés. Kérem szépen. Boldogtanyai utcánál ott van ama bizonyos terelő sziget kiépítve. De nincs zebra. Leszállunk a buszon, életveszélyes átutni egyik oldalról a másikra. Zebrák kívünk oda, mi meg vajon az Akácfa utca, vagy az Akácosnál megvan. Megvan a odébb is, lejjebb is, följebb is, mindenhol megvan. Itt nincs zebra. Könyörök, annyian járnak föl a Boldogtanyaiba, annyian laknak azon a része. Életveszélyes az autós, mit csinál? Fogja magát Óne Zsinór 100-dal, 120-dal, akármennyivel, megkerüli a telelőszigetet, és szembe a forgalommal. Hajszál hia volt, hogyha a szegény kőbe beleütközik, mindjárt csap el a kutyába. Mert arra az oldalra csapódott az autó. Ott a szennyvíztisztítónál. Szóval valamit tenni kellett az ügybe is, közlekedés, és egyébként a tömegközlekedésről rosszat nem tudok mondani, kivéve a hétvégét, amikor igencsak gyért este felé már, de különben semmi rosszat. Autósok, motorosok, egy kissé oda kellene rájuk most már figyelni. Ezt köszönöm szépen. Hát ugye hátulról kezdeném, ugye a kresztetartása, a betartatása nem az önkormányzat feladata. Hát most, hogyha a autósok így közlekednek, azért sok mindent nem tudunk csinálni a zebra. Az egy olyan kérdés, a 11-es út nem a mi kezelésünkben van, amik itt létesültek zebrák, ugye a megfelelő zebra készítéshez milliós nagyságrend a világításnak mindennek a kiépítése. Én fogom, a 11-esre viszonylag kialakult valamilyen viszonyunk, mióta én vagyok, megpróbálom megkérdezni, nem ígérem. Hát nem ígérem, mert egy zebrának a létesítése az egy olyan horribilis költség, amit természetesen rajtuk akarnának behajtani. A járdán parkolásra például, ez is kressz szabály, járdán tilos parkolni. Se fél kerékkel, se egész kerékkel. Ez megint a kressz nem betartása, és a rendőrségi feladat lenne, hogy ez megvalósul. Csatornáról beszéltünk, ugye ez a probléma ugyanaz, amit az úr mondott, csak máshol. Tehát mondtam, mit vagy ez a csatorna készen lesz, akkor én nem is tudom, akkor örök tüzeteket fogunk így gyújtani, mert ez egyszerűen annyira reménytelenek látszik ezzel a kivitelezővel is, ezzel a gárdával, hogy ez borzasztó. Igen? Ja. Igen, a Rékpál és a gyalogosnak a kerti választását azt mi is javasoljuk, mert ismerjük ezt a problémát. Nekünk úgy római van az irodán, hogy ismerjük. Én ígértem a választási ígéreteimben benne van, de nem végig. Kizárólag itt lent, hogy a Dunaparti részen, ahol igazán a főút van. Ezt valószínűleg meg lehet sem nem túl nagy összegből, de a többi részen nem nagyon látok rá nagy esélyt. Egészen addig még az Euróvelo ellen készül, mert az Euróvelo készen van, egészen biztos, hogy uniós úr kerékpár, ott elképzelhetetlen, hogy a sétaúton menjen. Tehát az teljesen szeparált útnak kell, hogy legyen, és akkor ez a probléma megmondja. Erre persze nem tudok semmi sem mondani, mert az Euróvelo hát még elég messze tart. Ugyan tervek vannak, de hát túl sok jóval nem kecsegtettek bennünket. Ez állami beruházásra akarnák nyilvánítani. Hát olyan
20 milliárd forint körüli, az a szakasz mondjuk Rajkától Budapestig 20 milliárd, és hát ebben Lányfor is benne lenne. Lányfor még szerencsés helyzetben van, mert ugye Tahi például most küzd a saját kerékpárútjával, nekik ugye ilyen sincs. Úgyhogy ezt a szakaszt, ezt megígérem, hogy itt lenne, hogy odébb, ahol tényleg a határcsárda alatt, vagy határcsárdától ugye a falu felé, nem látom egy esélyt, hogy itt ezt mi saját előből külön tudjuk választani. Mátyás Emese vagyok, Kossuth utca 8, és szeretnék az egyéni problémákról most arra visszatérni, amiért itt vagyunk, hogy én nem vagyok szakember, de a Dunapartra addig bármit is telepíteni, építeni, amíg itt az árvízvédelem korrekten nincs megoldva. Nem tudom, hogy nem pénzkidobás-e. Látjuk a jelenlegi biciklinket is az árvíz után, hogy ment tönkre. Ez az egyik. A másik kérdésem az lenne, hogy mit értenek a 11-es út forgalom csillapításán. Mert a lassítását már észrevettük, de a csillapítását. Hova akarják ezt? Milyen infrastruktúrával akarják azt elérni, hogy olyan mennyiségű és minőségű idegen forgalmat csábítsunk ki? De hát nem fér el. Nincs hozzá infrastruktúra. A csillapítás, azt ugye úgy említették a szakemberek, hogy ez megvalósult, és a csillapításon valóban azt értettük, hogy ez a megvalósult két darab lámpa, ami ugye van. Hogy ez lassítás. Hát a csillapítás, lassítás, ez nem elvészkedjük, hogy az mindenki felel meg. És ugye az zebrák, amik meg elvileg a keresztet tartja talán mindenki, ugye ott lassítani kéne, 80-nal nem lenne szabad, hogy menni. Egyébként a 11-es útnak nem az a problémája, hogy most, hogyha mi idegenformát generálnánk Lányforon, akkor ez problémát okozza, hanem az átmenő forgalma. Hát hiszen... Ezt teljesen egyetértünk, de hát ez egy országos főútvonal, erre én megoldást biztos, hogy nem fog tudni adni, de szerintem senki. Lassítja. Jó, kell egyetértünk. Igen, így értettük a csillapítását. Az árvízvédelem, ugye mi nem gondoltuk, tehát ez egy koncepció volt. Senki nem gondolta azt, hogy most valaki neki fog állni, építkezni a Dunaparton. Hiszen ez egy hullámtér, itt már eleve sajnos az a hír, hogy magam is beleestem. Nem számíthatunk arra, hogy valaha mondjuk egy mobilgát épüljön Lányfaszon. A jegyző azt mondja, nem osztaná a véleményet, mert ő nagyon úgy gondolja, hogy erre van reális esély. Ők meg is kérdeztek bennünket, volt egy ilyen felmérés, hogy mit terveznénk ilyen. De olyan nevetséges színvonalú volt, hogy kitölteni se volt érdemes. Mi megbecsüljük azt, hogy a visegrádi mobilgát kapcsán mennyibe kerülne a Petőfi sétány vonalában egy mobilgátat csinálni. Tehát ez olyan horror, hogy kizárt. Ami szóba jöhetne is, amit hát nagyon fájlalok, hogy ez hogy a Kemping utcán áll, ugye többször is megépült már ez az ideiglenes gát, és mindannyiszor el lett dozerolva. Tehát ott látok esélyt rá, talán, hogy ott megvalósulnak. De ezen a részen, Petőfi sétány vonalában teljességgel kizárt. Nem beszélve, hogy ugye még ami szintén hullámtérben van, és nagyon érinti őket a határcsárdai rész. Hát azok a házakat gyakorlatilag meg se lehet védeni. Hova tesznek bármiféle gát? Hullámtérre akarunk kifejleszteni? Nem. Itt azt hangzott el... Fitness, ezek nem okoznak problémát. Tehát például ez a fitness, ezt komolyan gondoljuk, erre már ajánlatok is születtek. Ez nem okoz problémát. Jön az árvíz, le lesz szerelve és visszamegy. Tehát ilyen mobil dolgokra gondolkodunk. Egyébként nem mindenki osztja az ön véleményét. Igen nagy kereslet van erre a színpadra. De ez jó ez a terv, csak én azt nem értem, hogy ha már megépítünk valamit, akkor védjük meg. Hát a védelem, ugye mondok egy példát, többen jelentkeztek erre a színpad részen, ami régen színpad volt, hogy oda csinálnának egy kávézót, egy ilyen 20.-21. századi szórakozó helyet. És mobilban gondolkodik, leteszi a szép burkolt vázat, és ha jön az árvíz, fölemeli és elviszi. Ilyenekre gondolkodik. Hogy ez mind mobil hát, lenne, önkormányzatnak, lakosokat is. Igen, az önkormányzatnak nincsenek olyan tervei, hogy ezen a területen
saját erőből bármiféle beruházást csinálni. Viszont a sok ember, lásd szálloda, tudja képzelni, 272 szobát terveztek a tanbővítési területre, abszolút hullámtérben van. És ők láttak rá reális, láttak, mi volt pénz, reális esélyt, hogy ez oda megépüljön. Tehát, de hát ha az az övé, akkor az az ő... Világos, hát ezt mondom. De a Dunapart az mindannyiunké. Ez rendben van, tehát amit mondtam, önkormányzat nem tervezett saját beruházást. Tehát mi biztos, hogy a mi objektünket nekünk, ha valaki látja a fantáziát, és lehetővé teszi a szabályzat, meg a vízügy engedélyezi, akkor mi erre igazán nem tudunk mit mondani. És gyakorlatilag ezek után a szárvízvédelemről szó sincs. Há. De, hát valamennyi kolléga napján. Hogy mondjak valamit erről a szárvízvédelemről, a kolléganőm annyit felvetített, hogy jött egy új mértékadó árvízszint meghatározás és egy kötelező 1 méteres emelés, amivel meg kell emelni azt a biztonsági magasítást, hogy a fölé lehet csak építeni adó szintet, tehát úgynevezett hasznos teret. Természetesen az a terület, ami az úgymond nagyvízi meder él és a Duna medre között van, a hullámtéri terület, most úgy mondjuk, hogy nagyvízi meder. Ez az emelkedés, amit a szint emelkedett az új jogszabály szerint, hogy a kolléganőm mutatta, ez 70-90 cm-t jelent a korábbihoz képest. Tehát ami korábban épült, és az akkori jogszabályoknak megfelelően épült, és azt hitték, hogy a padló szintje védett, az is most veszélyeztetve van ebben a úgymond megemelkedő levonulási árhullám maximumokkal. Most készíti a vízügyi ágazat, és az ő feladata, neki kell elkészíteni az úgynevezett nagyvízi mederkezelési tervet. Ez a nagyvízi mederkezelési terv egyeztetéssel fog kerülni a településnek az önkormányzatával, hiszen az ő rábólítása is kell ahhoz, hogy hogy történjen például Lányfogó esetében a nagyvízi mederben az árvízi védekezés. Ennek az egyeztetésnél kell nagyon odafigyelni. Mi tervezők egymás között azt tartottuk helyesnek, és azt mondtuk, hogy per pillanat Lányfogó beállt arra, hogy az első rendű védvonalról tudja, hogy az a 11-es út nyomvonalán van. Most azáltal, hogy magasabb lesz a mértékadó árvízszint, itt is kell arra vigyázni, hogy azért a nagyvízi medernek a kiterjedését ne tűrjük el, tehát meg kell oldani a vízügyi ágazatnak, hogy a jelenlegi, úgymond nagyvízi meder élnél ne terjedjen tovább a víz. Tehát ott meg kell oldani egy olyan védekezést, nyilvánvalóan első útban csak a zsákolás jöhet szóba, aztán az idő során pénzbiztosításával, amely lehet arra komolyabb mobilgát vagy akármibe gondolkodni, én ezt nem érzem annyira lehetetlenek, vagy annyira nagyon nagy távlatra nyúlóra, de hogy egyelőre azt védjük meg. Na most lévén, hogy már jelenleg is nagyon sok olyan úgymond beépítésre szánt területi használat van, ami úgymond hullámtéri területen van, ennek a bevédéséről és a bevédésének a mikéntjéről ebben, ennek a nagyvízi mederkezelési tervnek rendelkezni kell. És erre kell odafigyelni, hogy abban mit javasol az ágazat, azt hogy fogják megoldani. Én természetesen viszont újabbat kijelölni már sokkal nagyobb probléma, hiszen a törvény pontosan azért, hogy ezt az ellentmondást, meg a védekezési kötelmet, ami minden esetben költségigényes, hogy ezt lehetőleg elkerülje, ezért minden jogszabályban benne van, ami erre vonatkozik, hogy újabb beépítésre szánt építmény ilyen területen nem alakítható ki, valamit nem lehet valamiből átalakítani, mert nem akarják, hogy olyan tevékenység erre a területre kerüljön, de ezt sem elég nap abszolút mereven meghatározni, hanem ilyenkor a védelemről kell gondoskodni. Úgyhogy ez most, hogyha majd meglátjuk, hogy a vízügyi ágazat milyen mederkezelési tervet terjeszt elő Leányfalon, akkor fogjuk konkrétan látni, hogy hogy lehet tovább lépni. A bicikli, ez az Európa Unió bicikli út, ez hullámtérbe kerül? Ez hullámtér, igen. Hát itt igen. Az a kérdés, hogy hogy építik ki és milyen magasságra helyezik. Mert azért ez és akkor megkérdezem, hogy például látom, hova tenni a bicikliutat. Én nem vagyok mérnök. De most a végig gondoljuk, nem kellett mérnök lenni, de a végig gondoljuk azt, hogy látom a területet, hogy teljességgel lehetetlen máshol lenni egy bicikliút. Tehát látom, hogy nem tud máshol lenni. De az előző árvíz hogy tönkretette ezt is? 10 évente van árvíz. Tehát ez már nincs más visszaki megoldás. Egyébként a mobilgátra
visszatérve. Oda ugye, nézni, milyen szépen Szentendrén ugye megépítették a mobilgátat, és ez a mobilgát sajnos jelenleg a mostani árvízszintre megemelhetőnek nem felel meg. És erre a gátra igen nehéz homokzsákokat tenni a tetejére, majd ha nagyobb lesz a víz. Visegrádon nem véletlenül nem készül a mobilgát, mert ott is ez közben jön, és annak is elvileg az év végéig készítenek. Menjen el, nézze meg mindenki, hogy hogy áll a szegény mobilgát. Nem szeretnék a nadrágjában lenni az ottani polgármesternek sem. Mert most küzdenek vele, ugye, hogy a jelenlegi szintnek. De annak a műszaki megoldása 70 centivel magasabbnak, hát az nem semmi többletköltséget jelent. Tehát ez a mobilgát, én ugye, hogy mondta, hogy ne legyünk ennyire pessimisták, teljesen kizárólag tartom, hogy Lányfalon a kerékpár út, azt a néhány házat, amit megvédenek, mert ez ilyen 20-30-as nagyságban, amit meg lehetne védni, ezért mondjuk milliárdot áldozna bárki is, addig a rázunk teljesen kizárólag. Jó. Vera. Átulat úr. Vagy kinyil van? Veránál van a telefon. Veránál van, még volt a telefon. Csak egyszerű dolgot szeretnék mondani. Komáromi út. Honnan vagyok számozva? Komárom. Ezennél? Igen. Adolján Istvánnél vagyok. Nyugalmazott polgármester. Elnézést a szájtelát. Amilyen sok kértem az az, hogy a kerékpárosról elég sok szó esik, és már máshol is fel akartam zolajtani, mert nem akartam is vitázni, vagy dicsérgetni magunkat. De annak idején nagyon is gondoltunk meg a gyalogútra, elő kell venni. Ajánlom a műszakisoknak, hogy mindig, akár a gáznál, akár a csatornánál bármilyen a megvalósulási tervet meg kell nézni. Az legyen az első, aki a kerékpárunknál is, aki kritizálja, vagy azt mondja, hogy külön kell választani, mi külön választottuk, és meg kell nézni ott is a megvalósulási tervet, ajánlom a műszakisoknak a megvalósulási tervet és az eredeti tervet. A kerékpárunknál gondoltunk különösen itt a gyalogosokra, minden itt ezen a részen, és aki lesírtál ide a focipálya alá, az meg fogja látni, hogy a régi gyalogot, ahol kiskövekkel volt a két út, régiek, mi emlékszünk rá, és sorderős vagy kurvás út volt, és kiskövekkel, azt meghagytuk a gyalogutat, és mellette készült a biciklút. Igen ám, de a kövek utánunk jövő, soha máshova nem ugye, rátette a gyalogútra. Ezt csak azért kell elmondanom, hogy így, ha megnézi valaki a terveket, akkor látja, hogy bizony gondolték, és minden szakasznál egyedül csak a ahol van a fennvíz, de az alatt annyira költséges lesz, hogy a Dunát föltölteni, ott nem tudtuk egy bizonyos szakaszon, csak a kerékpárút függet, vagy egyedül megy, ahol mind a kettőnek el kell férni a kevésgyalogos járára. Ott nem tudtuk, de mindenütt figyelembe vettük a gyalogosokat. Ez csak mentségemre kénytelen vagyok elmondani, mert annyit beszélnek róla, mintha hogy a bicikli. A bicikli út jó volt. Készítve az, hogy a következők elrontották és rátelepültek, az majd valaki helyre hozza. És a csatornához meg jó. Sok erőt kívánok, mivel egy év alatt 30 km csatornát megépítettünk annak idei lányhalunkat, akik nem csatlakoztak azok élőműsgéz, akiket nem tudtunk meggyőzni. Tehát ezt a kicsit csak könnyedén megoldja, ahogy gondolom. Minden esetre úgy kellett volna szerződést kötni, hogy nem a homokost odaadni valakinek, ahol homok van, hanem előbb csinálják meg a nehéz szerepet, vagy aki azt kapja, a másikat is. Ez is egy kis kritika. Bocsánat, és jó munkát. Sajnos erre sem volt nekünk, tehát magyarul a kivitelező kijelölése nem volt semmiféle befolyásunk. Tehát mi mondhatunk bármit ezeken a kooperációkon, mi egyébként megerősítve a kerékpárút valóban el volt választva. Oszlopok voltak a kerékpárút szélén, fa oszlopok egy jó ideig, ami elkülönítette a így volt, csak hát azok már eltűntek. Aki kapta a hagyót. Köszönöm szépen.
Berlin Szilva vagyok, és én vagyok az IKER szomszédja, a polgármester úr által említett Szarvas utcai hölgynek. Annyival rosszabb a helyzetem, hogy nekem saját emésztőm sincsen, én abban az emésztőben próbálom bele szuszakolni a cuccot, ami ennek a hölgynek a telkén van. És akkor lenne egy saját vagy egyéni problémám, és az elvi problémám is. Az egyéni problémám, hogy hogyan lehet ebből a szituációból most kikeveredni, valamiféle rövidtávú megoldást szeretnék tudni, itt az összes csatorna problémát figyelembe véve. Annak idején leveleztünk a főmérnök asszonnyal, ha jól emlékszem, és azt az ötletet kaptam, hogy sörözzek egyet az alattam lakó szomszéddal, és akkor majd át tudom hitetni az ő telkén a csatornát. Hát, nem, hogy sörözni nem akar velem, de hát ugye hallani sem akar mindenről. Ezt a főhelyenyeség ismerem, és ott hátulnak a fiatal emberek nagyon igaza van, mert ugye ezt kéne, én válaszolok rá. Hát önnek ugye most jól találkoztunk itt szemtől szembe, sajnos állnia kell abban az arányban a vízi arányában a szippantási költségeket, és én összefognék vele, mert az Őz utcában van csatorna, és közösen megépíteném, nem próbálnám elérni az alatta lévő szomszédokat, szolgálni jogot, és levezetni. Más megoldást kell elérni. Abszolút így gondoljuk, mi is időtávlatot iránt érdeklődni. Vagy egy konstruktív hozzászólás lesz, hogy hátul én azt kérném, hogy akkor a német Tibor úr az mondjuk valamit, és elég jó hangja van. Nem kell mikrofon? Napot kívánok, Németh Tibor vagyok. Azt szeretném csak, hogy én úgy tudtam, hogy ez a hészről szól, nem a csatornáról, meg a nem tudom miről, meg az egyéni problémákról. Elnézést, de én úgy gondolom, hogy ne raboljuk a polgármester úr meg a többiek figyelmét. Vannak olyan félfogadási napok, amikor ezzel lehet mit kezdeni, és beszéljünk a hészről. Én azt is úgy gondoltam, hogy ez a mai nap ez arról is fog szólni, hogy konkrétumokat fogok esetleg hallani vagy látni. Általánosságban látom, hogy van egy koncepció, szükség is van rá. De én azt hittem, hogy egy picit közelebb lépünk és keresünk valamiféle megoldásokat. Ugye hallottam azt, hogy nincs pénzünk. Akkor ez már például egy koncepció lehetne, hogy lesz pénzünk. Próbáljunk meg ezen gondolkodni, hogy honnan lehetne pénze a településnek. Koncepció lehetne szerintem az is, hogy eldöntenénk azt, hogy ez a település, ugye, mert mondtuk azt, hogy legyen itt, végülis a kultúra itt van, mert a festészet mi egymás van, de lehet itt akár a sportnak egy olyan fellegvára, nem csak a vízinek, nem csak a természetjárásnak, hanem mindennek. Lehetne egy fellegvára, ami lehetne már rögtön egy koncepció. És erre a koncepcióra gyönyörű szépen fel lehetne építeni, és egyébként nagyon szépen fel lehet akasztatni minden egyes mozdulatát. Tulajdonképpen, ha úgy nézem, hogy mi kell ahhoz, hogy ez egy sport központú település legyen. Hát kellene sportszállás. Hát én úgy gondolom, akkor nézzük meg, hogy lehetne létesíteni egy olyan helyszínt, ahol viszonylag alacsonyabb, mondjuk harmadosztályú szállásokat lehetne létesíteni, és erre gondoltam, hogy hát akkor nézzük meg, hol lehetne. Hát lehetne a strand, ugye a kószféle ötlet nyomán az egész épületet fel lehetne újítani, és lehetne létesíteni egy sport, főleg sportra telepített szállás komplexumot. Ugye a kószféle a feléig az elméletileg, ha megvalósul, nem tudjuk megvalósul-e, de az ötlet ott van. A másik felét ugyanúgy fel lehetne erre az egészre építeni. Na most, hogy miért gondolom ezt? Én úgy gondolom, hogyha, és még pénzről nem beszélünk, de úgy gondolom, hogyha a létrejönne egy olyan szállás, ahol fiatalok tudnának itt felkészülni a versenyeikre, mint ahogy úgy tudom, hogy a vízilabdánál például az oroszok meg mindenki ugye itt készül fel, azoknak is meg kell nézni, hát legyen, ha van egy komoly csapat, aki itt szeretne felkészülni, akkor biztosítsuk neki a feltételeket. Akkor, és ha már egy csapat készül így, akkor ennek híre megy, ezt fel lehetne építeni, lehetne egy következő csapat. Ha gyakorlatilag ezt nézem, és ott lenne mondjuk egy 100 fős szállodánk, vagy egy épületünk, akkor megvalósulhatna az is, hogy ha nincs tele sportolókkal, akkor ki lehetne adni ezt a gyógyturizmus keretében is. És én úgy gondolom, hogy ha létrejönne az önkormányzat tulajdonában egy ilyen szálloda, vagy egy ilyen szállás lehetőség, az önkormányzatnak teremtene pénzt.
ő megvalósítaná azt, hogy bejönne az a pénz, amit megint csak tovább lehetne fejleszteni. És én nagyon jó ötletnek tartom a fitness gépeket, vagy nem gépeket, eszközöket a Dunapartra. Ezek effektíven nem nagy összegű gépek, viszont nagyon hatásosak. És én azt hittem, hogy ez a mai nap ez valami ilyesmiről fog szólni, hogy azt vitatjuk meg, hogy honnan lehetne esetleg pénzt teremteni, milyen koncepciót lehetne erre felépíteni, és én erre gondoltam, és kérdezem, hogy nem lehetne egy olyan koncepció, például, mert ugye a hész, ezt is gondolom én majd tárgyalja, hogyha az Orbillát felosztanák. Nem tudom, nem lehet, biztos lesz válasz erre, hogy ezért meg azért, de nézzük meg, hogy lehetne. Ha esetleg, ha már nincsenek olyan megkötöttségek, és fel lehetne osztani, és esetleg azt lehetne értékesíteni, abban a pillanatban a strandra rá lehetne fordítani, de ne, én könyörgöm, ne aszfalt, vagy ne útburkolatot építsünk a nem tudom melyik parkban, meg nem tudom mit, hanem olyan beruházást csináljuk, ami pénzt hoz, ami termel, és önmagát fenntartja. Tehát én tulajdonképpen azt hittem, hogy ez a mai nap ilyesmiről fog szólni. És ilyesmiről fogunk vitázni. Mindig tudom, hogy okon lehetnék vagyok, amit elmondtál, ez mind benne van a fejemben. Tehát én tökéletesen egyetértek a hész módosítás kapja, mert nem hangzott ebben a koncepcióval beszéltünk. Igen, rajta vagyunk, hogy a Orbillának a területét felosszuk olyan módon, hogy engedélyeznénk a terület egy részén azt, hogy egy nagyon ritka beépítésű ingatlanokat lehessen csinálni, és kizárólag az Orbilla legyen védettség alatt a megfelelő. Ez igen, ez meg ebben a hétben meg fog valósulni. Tehát ez folyik ez a dolog, hogy forgalomra képessé lehessen tenni az Orbilla. Tehát tökéletesen elég. Ugye a másik a szállod, amit mondtál, így van, itt elhangzott már, Gyula is és egy jó néhányan elmondták, igen, ha megépül a kószéknak a része, a másik oldal valóban szálloda lesz. De megint a pénzhez lyukadtunk, ugye? Hogy csinálunk pénzt? Mindent meg van pályázni. Ha megnézi valaki, és ha érzi azt, hogy elment, 4-5 pályázatunk van be azok. Kis összegűek, mert sajnos például útépítés, hogy elmondja, most egy 1 milliárdos országos pályázat van be azok a kocsi. Országos, 1 milliárd. Na most ebből a kapunk is, túlveszte megjutunk, de ezt is megpróbáljuk. A műemlékek felújítására anyagpályázat. 500 ezeret lehet nyerni, beadjuk, mert anyagot szponzorok adnak, és az Orbillánál dokumentációt készítünk rá, és hogy oda tudjuk fordítani, csak a munkat érte hozzá, hogy valamit tudjuk rajta csinálni, ne romoljon tovább. Tehát próbáljunk pénzt csinálni. Útépítés, nem sokan vannak, de elmondom, ez lesz elhangzott, ugye itt is elhangzott a koncepcióban. Lakosság segítsége nélkül nem fog menni. Építünk utat, építünk közművet, lakosság is beszállhat. Az 1 forinthoz 1 forintot, ezt én mindig is mondtam, megvalósul. Tessék összefogni, aki úgy érzi, hogy ugye a szomszédai hajlandóak erre, kell alakítani a társadalmat, és amint leteszik a pénz, hogy ott van a megfelelő a fele, mondjuk az útépítésének, a másik felét az önkormányzat hozzá fogja tenni. Tehát folyamatosan ezen gondolkodunk, és miután én is vállalkozó voltam, nagyon jól tudom, hogy csak pénzből lehet pénzt csinálni, tehát az önkormányzat kénytelen vállalkozni, és próbálkozunk is ezzel a dologgal. Egyébként hát 407 milliós az önkormányzat az ezéri költségvetése, ezzel mindent elmondtam, hogy ez mire ad lehetősége. És ugye, és akkor ugye visszatérve a dolog, hogy mennyire egyértelmű az, hogy mit szeretnénk sportot vagy ilyet behozni. Mikor én a telefonokat kapok, ráadásul régi potentált emberektől, akik előző testületekben öltött, hogy a strandon a hangos bemondó borzalmas, hogy a tornateremben hangosak és ott dobolnak, akkor én erre mit mondom? És a lányfogsi polgárnak pihennie kell, mert ez tűrhetetlen, hogy a faluban ilyen tevékenységek folynak. Akkor mi van? Na most kinek van igaz? Tehát nem ilyen egyetlen a dolog, de tökéletesen egyetértünk, igen, szállodát kell építeni, vállalkoznia kell az önkormányzatnak is. És ez irányba kell, hogy menjen. És az Orbilla, mondom, megerősítik, odaadom. Ugye, ültünk vele, sőt, ez egyeztetés alatt van. Nem tudom, hogy itt volt-e az elején. Én akkor a műfaji kereteket azt hallotta, hogy a koncepciónak a műfaji keretei meddig terjednek. És tulajdonképpen célja az, hogy bizonyos szempontból ne legyen túl konkrét, hanem éppenséggel rugalmas legyen, és a fölmerülő fejlesztési ötletek, gondolatok becsatornázhatók legyenek. Akkor van még egy olyan dolog, amit elmondanék, hogy a település számára
A koncepció, a szerkezeti terv és a helyépítési szabályzat kötelező jelleggel elkészítendő feladat. De van egy olyan műfaj, hogy integrált településfejlesztési stratégia. Ebben lehet olyan kérdésekkel dokumentum szinten foglalkozni, amit ön felvetett, és amit a polgármester úr is tulajdonképpen csinál. Csak nincs neki ilyen dokumentuma. Tehát ez is egy létező dolog, amit a koncepció után már ilyen stratégiai célok, megvalósítás, pénzeszközök, ez erről szól, ezeknek az összegyűjtése, milyen potenciális pályázati lehetőségek vannak, stb. De ez nem egy kötelező a település számára, és hogyha enélkül is már csinálja a polgármester úr, akkor lehet, hogy ez még hatékonyabb is tulajdonképpen. És mi most ugyan a koncepciót mutattuk be, de valójában már a munkában ennél sokkal előrébb tartunk. Tehát a szerkezeti terv szinten, meg már tulajdonképpen övezeti terv szinten gondoljuk végig a települést. És pontosan ezek az övezet változások, módosítások már a fejünkben formálódnak, és a település vezetőkkel is egyeztettünk erről, és az Orbilla ennek kiemelt helyszíne. A építési szabályzatot megint kereteket tud teremteni, tehát meg tudja teremteni annak a kereteit, hogy például meg lehessen osztani azt a területet, hogy a műemléki védettség mondjuk valóban arra a Móricz Zsigmond út melletti telekrészre szorítkozzon, ahol valóban megtalálhatók ezek az értékek, és a felső területnek valamilyen fajta átsorolásával annak a hasznosítása, értékesítése is esetleg megtörténhessen. Erre egy-két szóval azért utaltam a koncepcióban is. Szabad még reflektálni? Igen. Azt szeretném csak elmondani, hogy csak hogy én miért gondolom azt, hogy ez egy koncepció kellene, hogy legyen. Itt Szentendrén szerb kosárlabda edzők dolgoztak a Szentendrei Kosárlabda Egyesületnél, és ott volt a játékosokat, azok kivitték Szerbiába egy viszonylag kis településre edzőtáborozni. És mit az Isten, ők gondoltak egyet a településen, és építettek 10-20, nem tudom, már nem is tudom hány kosárlabda pályát, amiből a felét kivilágították. És milyen érdekes, eltelt 10 év, és az NBA oda ment edzőtáborba. És hogy ezt miért mondom el? Ezt azért mondom el, mert gyakorlatilag ugye panaszkodunk azért, hogy este nincs program. Panaszkodunk azért, hogy nem járnak a fiatalok, nem eléggé kultúráltan szórakoztunknak. Én úgy gondolom, hogyha lenne olyan sportpálya, amit tudom, hogy megint pénz, de ami meg lenne csinálva, lenne, és nem feltétlenül kosárlabda a pályáról beszélek, mindenféle más sport is belefér, lenne, ki lenne világítva, nem kell oda öltöző, nyilván egy vizes blokk kell, abban a pillanatban ez, amit a polgármester mondott, ez a mobil szórakozóhely, ez egy eszméletlen jó ötlet. Mert gyakorlatilag egy ilyen sportpályákra fel lehet építeni megint egy vállalkozást, ami egyébként véleményem szerint akár lehet az önkormányzat vállalkozása is, és abban a pillanatban ez másfajta pénzt hoz. És akkor gyakorlatilag elérnénk azt a célt, hogy ide jönne a fiatalság. Ha ide jön a fiatalság, még több fiatalság jön ide, az intelligens fiatalság jön ide, az, aki szeret sportolni, mozogni, és ha nappal ide jön, akkor ugyanúgy ugye jobban megismeri a települést. Tehát bele keveredik ebbe a körforgalomba, ebbe az életbe. És én azért gondolom, hogy a sport az sokkal jobban a része kellene, hogy legyen a településfejlesztésnek, és tudom, hogy a pénz nem így van, mert akkor tehát akkor én szerintem látom is pénzhez jutna, és úgy meg lendülhetne az egész. Én erre gondoltam. Én szerintem látom, ez a pálya, ha kinéztél, bizonyítja, hogy ezért nem vagyunk a sport ellen. Nem. És csak mondom, hogy az idén meg lesz csinálva a kis pálya is, a tahós pénz megvan rá, hogy önkormányzat a maga részét hozzáteszi, tehát itt a kis hüves pálya nyíltan meg lesz nyitva mindenkinek. A hülye nem
tiltakoztam, de állítólag itt a nagyokos futballisták azt mondták, hogy ezen a kis pályán is lehet őket fenntartani, én szerintem nem, de hát megpróbálják, tehát erre 2 millió 400 ezer forint TAOS pénzzel, hogy önkormányzatnak 700 ezer forint körüli összeg van, 1 millió 800 számlájukon van. Ez meg fog valósulni itt ez a kis pálya. Az, hogy lehet, hogy ezzel elkezdenénk ezt a sort, biztos, hogy ezzel lehet, de ugye arról beszéltünk, hogy pénz. Na most ugye vállalkozzon az önkormányzat, mit pénz? Honnan van a pénz? Első lépés, hogy valamit, ahogy te mondtad, ugye el kell okosan adni, és utána abból a pénzből okosan továbbfejlődni. Jelenleg erre nincsenek az önkormányzatok. Mindent megpróbálunk, pályázatokat, de nincsenek forrásai arra, hogy akár önállóan egy kosárlabdapályát megcsináljon. Még egy picit reagálnék, egy ilyen kicsit elmélet is kedve, amit az elképzelés, a koncepcionális elképzelés, amit ön fölvázol, az szerintem egy olyan gondolatsor, amit ez a koncepció javaslat, amit most bemutattunk, ez teljes egészében be tudja fogadni, ha része tud lenni. De ugyanakkor egy picit én óvnék attól, hogy a település koncepcióját annyira leegyszerűsítsük, hogy ennyire egy vágányra állítsuk. Vannak olyan települések, városok is, akik, ahogy ön is mondta, hogy egy dologra ráálltak, és van akinek bejön, van akinek nem, de picit én attól óvnék. Színese vagy palettát hagyjunk meg, még akkor is, hogyha ez úgy tűnik első olvasatra, hogy nem elég tartalmas, hogy túl általános, de ennek adott esetben előnye is lehet. Még visszatérnék az Orbillára, hogy ugye azon vagyunk, hogy annak valamilyen fajta jobb jövőt tudjunk kialakítani, de azért számos korlát van rajta, tehát most éppen a Nemzeti Parkkal küzdünk, mert ökológiai hálózatba tették bele az egész felső telekrészt, várjuk a Nemzeti Parkot, hogy kijöjjön helyszíni szemlére, úgyhogy tehát ott folyamatban vannak a dolgok, ígérni még nem lehet semmit, de dolgozunk rajta. Köszönöm. Hát, bocsánat, köszönöm szépen, csak ugye most feltettem az egyéni kérdésemet, és ugye elkerült a szó. A másik kérdésem az lett, hogy esetben van nekünk ez a termálvízünk, meg a strand, hogy a termálvíznek van más jellegű hasznosítása is, meg az elfolyó termálvíz, vagy amit ugye belengedünk a Dunában, az is elég meleg, tehát ilyen fűtés, melegvíz, ilyesmi, ebben esetleg érdemes lenne gondolkodni? Hát igen, ez mérdőkben is felmerült ez a kérdés, és erre készült ilyenfajta dolog, hogy a kis medet, tehát abból a medencéből, ami ugye folyamatos vízcseréje van, illetve ugye leülítik minden nap, de már ez ennek a vizet. De ez egy nagy tartást kellene létesíteni. Tehát nagyobb ennek a beruházási költségei akkorák, a Tóth Béla készítette erre tervet, úgyhogy az önkormányzati épületet például ezzel tűntjük. Horror. Tehát onnan ugye ide kell vezetni a csövet, szigetelni, hogy nem mondjam, ezek 20 milliós nagyságrendű beruházások, ami jó Isten tudja, hogy mikor térünk meg, és megint oda lyukadtunk ki, hát most ide lyukadtunk ki, tehát és kevés a víz, tehát az a kis medence, amiből elcsúrog a tetején, ezt úgy hasznosítani, hogy ez gazdaságos legyen, nem egyszerű. A termálvíznél az a probléma, hogy mennyiségébe és a hőfok lépcsőjébe ahhoz kicsi, hogy nagy fejlesztést arra alapozni lehessen egy megtérülő beruházás keretében, de komplexebben hasznosítani a fürdőn belül lehetne. Úgyhogy ilyen szempontból van perspektívája, úgyhogy fürdőn belül ezt tökéletesen ki lehetne használni. Azt kellene úgy fejleszteni, hogy ott egy ilyen komplex hőhasznosítása legyen. De nagyon elvinni nem lehet. 50-52 fok az, amivel tudjuk hasznosítani, az meg kicsit eltöté. Idősek otthona, idősek ápolás, ebben a témában nem gondolkodtak. Én nem tudom, hogy van-e szabad önkormányzati telep, amire lehetne befektetőt esetleg venni. Magántelep. Jelenleg van két használtan kívül idősek otthona, ami becsődölt. Becsődölt? Fönn a panorám, hogy őt esik megnézni, ott ami panorám. Korábban ez egy jól menni dolog. Hát, hogy ott bizony megnézi már, ablaka is kevés van, és ugyanígy lenne a Kolozsvárosi úton is ott áll az épület. Kiváló apartmanokkal, milliárdos adótartozással menekült a beruházó bele.
Rúlra hagyjuk oda. Rúl megengedte, hogy egy perc. Egy perc. Három konkrét észrevétel vagy javaslatom van. Egy rekreációs, egy sport és egy közlekedés biztonsági. Ami mindegy, azt mondhatják sokan, hogy földhöz ragad, de valójában az életminőséget, meg az élhetőséget, meg a presztízset foglalkozik. Az egyik kérdésem, az úrnak nagyon igaza van, üzletről pénzről nem érdemes beszélni, már pedig ez mind üzlet. Tehát, hogyha nagy üzlet van kilátásban, vagy legalábbis fölmerült a lehetősége, mondjuk így a kormány azt mondta, hogy Magyarország szeretné megpályázni a 2024-es olimpiát. Rászadnak természetes adottságban az iskolthoz van. Úgy tudom, barátetele. Így van. Kajakenc. Itt lakik a településen és a Kajakenc szövetségének. Tehát ez természetes módon be lehet hozni, hogy Lányszal valamilyen pályázatban részt vesz. Úgyis az egész világ attól hangos, hogy a fővárosokban koncentrált ingatlanfejlesztés az olimpia kapcsán később meg nem kérülő halottál a beruházás lesz. Tehát akkor miért ne máshol is legyenek ezzel kapcsolatos létesítmények, Lányszalnak szerintem nem ilyen érdeke volna ebben a pályázatban részt venni. Kettő. A Vöröstől ugyan kívül esik a város vagy a település közigazgatási határán, de nem lehetne oda valamilyen tanösvény, erdei tornapálya, bármi, remek kilátóhely, pompás környezet, könnyen megközelíthető rövid idő alatt. Harmadik észrevételem, a polgármester úr azt mondta, és való igaz, hogy az önkormányzat nem visel egy felelősséget azért, hogy kitartja be a kereszt és kínál. Én nem szoktam 80-nak százra zöngetni, de a legtipikusabb szabályosítás, és én magam tartozom az, hogy a Budapest felől érkezők ezzel jönnek. Most ha oda el lehetne érni, hogy az ORFK oda telepítsen egy fix kamerát, vagy nézet, vagy bármi, trafipaxot, akkor annak volna fegyelme az erején. Így valami balesetveszélyes. Mi 98-ban kis ilyen tagjai voltunk annak a balesetnek, ami, ahol itt a két kis testét elgázolta az év, és marhára nem lenne szerintem ennek a falunak, hogyha ez még egyszer bekövetkezne. Köszönöm szépen. Itt csak annyit, hogy válaszoljak, hogy hátulról, hogy mennyire kiveri a biztosítékot meg ez a két lámpa is a faluban. Tehát, hogy egyáltalán nem egyértelműek ezek a dolgok. Hangsúlyozom, hogy kell a két lámpa, sőt még több is kéne, de erre ugye jön a válasz, hogy itt pufognak az autók, és ezzel roncsolják a Lányfónak a levegőjét. Tehát megint, kinek van igaza? Tehát másik emberség azt mondja, hogy nincs szükség a lámpákra, minél hamarabb adják el az autókat. Egyébként én nagyon remélem, a rendőrségnek ugye, hogy 7 milliárdot költött most ezekre az új trafipaxokra, hogy esetleg az ellenőrzés itt komolyabb lesz. Volt fönn egy ilyen nem sebességmérő, egy figyelmeztető tábla volt, és hát bizony, azok is eltűntek. Akkor arra, hogy a Vöröskő felé milyen, megvan az út. Nekik megint oda lyukadtunk ki, jó ötlet, hát meg kell csinálni. Tapasztalatban én jártam ilyen helyeket, bizony ezek két év alatt amortizálódtak ezek a erdei pályák, mert sajnos ilyen helyen lakunk, ahol amit megépítenek, az nem ér. De mindegy, mert oda lyukadunk, hogy pénz. Hogy a tervezős pálya, igen, többször elhangzott az, nem tudom, én ezt egy kicsit utopisztikusnak tartom, hogy a falu felső végénél a Duna ágát bevezetve egy kilométeres tervezős pálya, Talj és Lányfal lépcsőn. Ezt legalább háromszor hallottam, sőt, erre olyan konkrétan jöttek már, hogy már holnap épül. De hát, hogy lehagyottuk, hogy megint milliárdokról beszéltünk. Ami ugye a Netelit említette, szerintem sokkal reálisabb a kemény dénes féle vonal, úgyhogy valószínű, hogy inkább a KP vonalat kell nyomulnunk, és ez a projekt elvileg tűnőben van. Na, most már van. Ja, kivárom, nem tudom. Én Lapsánszki Lovon János vagyok, itt laktam 55 évig Lányfalun, most nem itt lakom, Esztergom mellett egy tanyán. De igazából a Vera idejében voltam 4 évig helyi településfejlesztési képviselő, és itt igazából a falugyűlésszerű hangnemet éreztem, tehát azt hiszem, hogy ennek a napnak nem ez lenne a témája, ugyanazok nagyon fontosak, amit elmondtak. Én inkább ilyen magasabb szintről, vagy, tehát egy ilyen építő jelleggel szeretnék hozzászólni, és az úrnak a alaphangnemét szeretném erősíteni. Arra gondolok, hogy 15-20 éve voltunk képviselők, amik itt föl elhangzottak, azokat már a 60-70%-át ugye mi is elemeztük, akkor még 9 tagú képviselő testületből 6-an voltunk mérnökök.
Tehát mi se a húcsos eprők közül vagyunk, hanem fölnökülszünk. Amit én nagyon hiányolok Leányfalun, és sokszor voltam Szentendrén, és most Esztergom meg találtam, tehát oda is bejárogatok ilyen ülésekre, és amit nagyon hiányolok az, hogy eltelik 4 év, új képviselőtestület, előző 4 évet elfelejtették, és a Verára alapozom, ugyanazt már tárgyaltuk 20 éve, és ebből 30 dolgot, ami is fölmerült, csak az úgy minden abban van. Amit én nektek tanácsolnék, és én szeretnék hangodó lenni, vagy besegíteni egy kültagként, vagy egy alapítának, Leányfalun egy olyan kis csapatot, egy 10-20 fős csapatot, mondjuk volt képviselőkből, egy-egy ilyen emberekből, mint te vagy, és még a Verával csináltunk egyetlen egy úgynevezett Leányfalun nagy embereit, összehívtuk még a Huszár csártában, most a polgármester hivatalban, nem tudom, a régiért tudják. Oda összehívtuk Leányfalunak a nagy embereit, hogy így minisztereket, főosztályvezetők, csak Barát Etele, Tordján József, meg hagyd ne mondjam ezeket. És összehívtuk egy vacsorára, egy jó bulivót, a Fábor Sanyi tartott egy ilyen kis szöveget, és megkértük őket, mondom, hogy ki miben tudná segíteni a falut. És örültek neki, mert fölkértük, tehát az embereket meg kell szólítani. Gyere el, nem úgy, hogy falugyűlés lesz ilyen fejlesztés ügybe, eljöttek 18-an, nem így kell csinálni, csak tanácsom, nem okoskodom, csak tanácsolom, de nagyon szívesen dolgozom neked egy kis csapattal, ha ezt igénybe vennétek. Tehát meg kell szólítani a nagy embereket, meg kell szólítani a elmúlt képviselőket, ilyen Lupták Ernő, itt a műszaki embereket, tehát magyarul a tervező csapat mögé, bocsánat, a tervező csapat és a képviselőtestület közé kell egy ilyen csapatot, amit most mondok, egy 10-20 főt összehozni, aki a gyakorlatban benne van. Én mérnök ember vagyok, kivitelezés, konkrétum, nem csak elv kell nagyon szép, de ebből az elvből nem fog megvalósulni csak 20%, mert kiadott, pályáztatott, nehéz, drága, nem jó, ezt már megértük, megértem 20 év alatt. Konkrétan kell csapatot, azt mondja, megbízom most erre, meg erre, meg erre, végigmegyünk, fölkérjük azt a nagy embert, például volt a Börcsök, egy példát mondok, itt volt egy Börcsök, a elektromos műt vezérigazgatója. Én megkerestem őt, azt mondta, hogy nagyon szívesen, uram, természetes helyi képviselő vagyok, itt van a római őrtorony, a vejem, a lányom férje, a műemlékvédelmi főosztályvezető, Győr Attila, ezért nagyon ajánlom önöknek, nagyon, a lányom művészettörténész, nagyon szívesen segít, itt a hölgy is mondta, hogy művészet, tehát nagyon szívesen segítenék abba, hogy egy régi hangulatába, stílusába úgy megépíteni, hogy az beleférjen a faluba. Igaz, hogy telefonoszlop nem a csúnya kátrányos, hanem a szed. 60 darab oszlopot azt mondta, hogy figyeljetek, persze azt után abban marad, nem lettem képviselő, jött a következő, azok meg ma se tudták, hogy miről van szó. Tehát meg lehet csinálni, föl lehet kérni sok mindent, a faluért dolgozni kell. Olyan nincs, hogy nincs. Minden megoldható. Nem akarom húzni az időt, vissza szeretnék jönni Leányfalura, ha elfogadjátok, összefogok, összeszedek nagyon szívesen egy csapatot, akik a tervezők és ti közöttetek. Egy polgármester van, neked 12 órád van, meg 6 képviselő, kevesek hozzá. Majdnem, hogy nulla. Tehát ide akár egy vállalkozás szintű BP vagy KFT valami is lehetne a falunak, a polgármester hivatalnak, aki ezt csinálja. Nem azt mondtam, hogy nagy fizetésig, pázsad a munkába, de felelős kell adni az emberek. Tehát olyan, hogy római őrtorony, nem említettem a hölgynek. Én műanyagok a mezőgazdaságban címmel diplomamunkámat írtam, tehát van megoldás a melegvíz hasznosítására, nem horribilis. Egy föld alá rejtett a penű által gyártott csővel ott leengedni, már is lehet egy kettős falu vízszögényes fóliásátra néhány 10 000 vagy 1-200 000 forintos. Olyan nagy római őrtorony, említettem a hölgynek. Én műanyagok a mezőgazdaságban címmel diplomamunkámat írtam, tehát van megoldás a melegvíz hasznosítására, nem horribilis. Egy föld alá rejtett a penű által gyártott csővel ott leengedni, már is lehet egy kettős falu vízszögényes fóliásátra néhány 10 000 vagy 1-200 000 forintos.
most durván mondom, nem nagy pénzé, és berehet a helyi óvodának, iskolának a salátát, a karalábét, a kutyagumit, meg lehet termelni, és már ilyenkor már régen el lehetne bontani, hogy ne zavarja ott a területet, csak egy 6 méteres szer 25 méteres. Már azon keresztül megy, ingyen van melegvízünk. Nem akarom a részleteket, tehát mindenre van megoldás. A másik, az, a kérdésem az lenne a hölgyek felé, még a mi időnkben volt egy úgynevezett tehermentésítő út a falu fölött, ott a régi panoráma, tehát vagy a öregek otthona fölött, ott ki volt jelölve egy 12 méteres út, onnan lentről oda fölig. Nem tudom, hogy végeztünk, abban maradtunk, és hogy mi lett a következő testület, meg a harmadik, meg a hatodik után, fogalmam sincs. Most is benne van. Pedig, no de már 20 éves benne volt, és mivel nincs olyan, aki menjen érve, talpaljon, csináljon. Gyerekek, és nem, a terv nagyon szép, meg vagyok elégedett, végre kell hajtani. Itt nincs olyan, hogy nincs. Végre kell hajtani. Menni kell. Olyan üdülőt kell keresni, aki a KPM, aki a közútkezelő, aki a izének a barátja, és legyen az a baj, hogy túl sok háza útba ennek az útnak. Figyelj, nincs olyan, hogy az a baj. Az nem baj. Megoldás van. Mivel a falunak szükség van rá, most 8 házat föl csinálunk neki, ott van a Mosonyi Laci féle háza föl. Mondjuk 1%-a, aki kilopizna, vagy szerencsére van, az kap egy kultúrált európai szintű aszfaltot, a többi pedig küzdik a gödrökkel. És én úgy gondolom, hogy ez nem annyira igazságos, de gazdaságilag, meg szakmailag ez kikerülhető lenne, hogy legalábbis jobban lehetne kezelni sokkal több ingatlan termel látni normális közlekedési felülettel. A másik, ami nem a település, de az is betartozik a vízióba és annak a megvalósításába, az pedig a többek által már felett említett szennyvíz természetes kérdése. Én voltam saját érdekemre, természetesen a fórum monitorterjesztés miatt a vízműveknél épp a csatornázási lehetőségeket megtudni. 3 órát volt szerencsém egy műszakissal tárgyalni, utalozott mindenféle térképet megnéztem. A faluban van csatornafejlesztés itt a Rágyfalon, de csepp a tengerbe, láttam a terveket, ezt elmondta a műszaki és kollega is. Annak is van egy olcsó megoldása, itt pedig a nyomásos rendszer, amit ugyan az úr itt nem szeretne bevezetni. Én örömmel venném, ha nálad nyomásos rendszer lenne. Az sokkal olcsóbb, műszakilag sokkal olcsóbb. Most nem megyek bele a műszaki részletekbe. És megmutató viszont nem annyira szereti a szolgáltató. Tehát most a üzemeltetés egyéb szempontjából, valamint ugye energiaigényes, hiszen van benne egy darab szivattyú, ami a nyomást létesíti, illetve elviszi és a szennyvizet. Én örülök neki a lehetőnek, én nálam más variáció egyelőre úgy tűnik, hogy nincs is, nem tudok bekötni, még ha finanszíroznám, akkor sem a csatornába. Szerintem itt is sokkal jobban lehetne ezt a szolgáltatást nyújtani és kiépíteni, akár teljes körülön is, jóval keresett pénzből, hogyha ezt valamilyen módon, hogy is mondjam, ráerőltetnénk a szolgáltatóra, nem tudom, nem tudok jobb szót, kilopítsnánk én. Akkor ezt még 2 dolgot szeretnék végül is mondani az úttal, kerékpárúttal kapcsolatosan. Én Esztergomban 8 hónap ezelőtt láttam a kerékpárút koncepcióját tervben, és hozzá leírása is. Én megdöbbentem, és azóta is meg vagyok döbbenve, hogy a fő út, ez a Euróbeló, a fő útja ez a másik oldalon, nem itt. Itt is van út, de azt mondták, akik ehhez jobban érzenek, mint én, hogy ez egy másodlagos út lesz, majd valaki építik, de a fő út, az igazi Euróbeló, az a másik oldalon. Én azt arra hívnám fel a itteni vezetést, mondjam így, hogy próbáljuk meg lobbizni abban, mert szerintem a településnek rendkívül fontos lenne az, egy jó bevételi forrás, az átmenő kerékpáros turizmus, ez
ez már nem olyan, mint ezen 30 évvel volt, fizetőképes, és szerintem egy fontos kérdés lenne a turizmus fejlesztésére, hogyha itt lenne az átmenő út lenne a Farkasi oldalon. Még egyet szeretnék mondani, ezt mindenki tudja, az nem újdonság, hogy a termálvíz a lágyforma kincse. Ez a legjobb érték, de hozzá kell tenni, legalábbis a én véleményem az, kicsit foglalkoztam is régebben ezzel, volt egy olyan munkám, ahol kellett, és beszéltem olyan emberrel, aki egy ilyen projektet végigcsinált, egy nagy tapasztalatú, az Komáromi Főnökének a vezetője és a projekt vezetője volt, sajnos nemrég meghalt, de ő azt mondta egyértelműen, hogy egy ilyen termálfürdő magában nyereséges nem lehet. A nyereséget azt úgy tetteni ki, hogy a környezetében működik. Tehát én azt, hát inkább azt javasolnám, hogy ha erről szó lesz, mert gondolom, hogy szó lesz azért a önkormányzati testetős előbb-utóbb erről, és itt a előzetes anyagban is benne van, hogy ez egy fontos dolog, hogy jól járják körül és gondolják át, és javaslom azt, hogy ha nem is pont ilyen körülmények között, de más sikeres fürdő üzemeltetés vagy fejlesztés témákban már túljutott, a nehezén túljutott önkormányzatoknál próbálkozzanak valami tapasztalattal, vagy valamilyen magasabb elvétellel. Bizottsági ülésen, ahol face-to-face elhangzott, hogy ez a Strand egy aranybánya lenne, és ebből rendkívüli hasznot lehetne kitermelni a 200 milliós éves bevételéből. És amikor elmondtam azt, hogy valóban Magyarországon egyetlen egy termálfürdőt, pont ezt mondtam itt az úr, nem tudnak mutatni, amit önmagában nyereséges lenne, kizárólag a ráteremtő, pont szó szerint ezt mondtam, tehát még a hangfelvételen is, ha meg akarná hallgatni, amit ön mondott, tökéletesen így van. Így van. Tehát erről a termálfürdőről elvárni, hogy ezt nyereséget termeljen és a faluknak befizessen, ez illúzió. Örüljük annak, hogy nem teszünk bele pénzt. Tehát, hogy ez magába elmegy, mondjuk az ide jó, tudjuk papírforma mi, de hogy egy 7 milliós nyereséget tudtak kimutatni. Tehát, hogy nem, élek óta nem kellett ebbe belefektetni, tudjuk, mert nem megfelelő minőségű, ezzel is tisztában vagyok. De nincs a falunak pénze a 407 milliós költségvetésből a termálfürdőt fejleszteni. A minimális fejlesztéseket végrehajtják, de több kellene oda ahhoz, hogy ez egy vonzó strand legyen, és úgy, ahogy úr mondta, igen, tökéletesen így van. Jó, mi? Amúgy vissza fel a... Kerékpár út, igen, lobbizik a sziget, nem a túloldalon lenne, a szigeten lenne, és ezért lenne a két híd. De a legutóbbi variáció, ami a versenyben volt Szentendrén, ott ez a lobby árnyelékre, ez az oldal. Tehát most Esztergomba ezt hangzott el, de szóval folyik, vagy ebből látszik azt, hogy milyen előkészítettsége van ennek a dolognak, hogy tulajdonképpen még azt nem tudjuk. Igazán mind a kettőt akarjuk. Tehát most úgy néz ki a dolog. Könyörögnek a szigeti polgármesterek, hogy őket most ne úgy hangozzék el, hogy csak itt lesz. Hogy akkor tegyük őket is bele, és akkor, hogy akkor legyen mind a két oldal. Tehát nagyon kiforratlan ez a dolog. Nem mondanám meg, hogy ez eldöntött kérdés, hogy a szigeten lesz. Egyáltalán nem mondanám. A nyomásos rendszer, igen, én nem tudom, hogy olcsó be, de látszom, nagyon sok helyen nem lehet megcsinálni a máshogy, csak így. De ahol meg lehetett volna, ott meggyőződés, hogy a gravitációs volt. És egyszerű. De sok helyen nem lehetne megcsinálni. Úgyhogy... És nem tudjuk, hogy ha elrohet, akkor ki tudja megjelenni. Hát, voltak igen, ilyen példák? Igen, megtelik az agna, és akkor gáz van persze. Ugye akkor az útépítése is tökéletesen egyetértünk. Ugye az a probléma, hogy ugye, ha lenne is uniós pályázat az utakra, az unió logikusan olyan utat ír elő, amit Németországban kell építeni. Szegély, kint a két oldalt járta, középen elvezetés, tehát tökéletes minőséget, úgy, hogy a németek kezdték. Látszóan erre a lehetőség sincs meg legtöbb helyen. 2,5 méteres árkokba, mert ennek valahol vízzel vezető árkok van, hát hogy lehet uniós utat építeni? Teljesen igaz, amit mondott. A pályázatoknak ez egy óriási hátránya lesz, mert ha be akarunk adni egy ilyen pályázatot, azzal kezdődik, hogy 2 millióért megterveztetjük. És 2 millióért adatszúdunk, lehet csinálni már egy utat, de hát azt nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, mert hát lehet rajta járni, de nem uniós igényeknek megfelelő. Tehát egyetértünk. Egyébként erre a zúzott kőre, ha észrevette, azért elég sok helyen zúzott kő, ezt meg folyik a kártyúzás is. Ezzel az a baj, hogy
viszintes területen vagy kislejtésen jó. De csomó helyen olyan, felszórjuk rá, jön egy hatalmas eső, mindent lemosva az aljába. No, de arra is van megtörési lehetőség. Hát, ha végignézzük rá egy falut, azért én tudnék mondani egy pár olyan dolgot, hogy na hova vezessük, hogy egyet mondja meg nekem valaki, hogy a Fehérhegyi utat megcsinálnánk, hova vezetnénk arról a vizet? Egy ilyen gödör. Hova? Igen, de lehet-e megtöréseket lehet tenni bizonyos, hogy ne zúduljon, hanem megtörjön, tudod? Vannak ilyen de hát most csillapítások. De én csak egy utat mondom, nálam így van 600 méteren vezetni a vizet. Ilyen vasúti talpák vannak betéve, tudod, néha 10-20 méterenként, és nem zúdul, hanem csak egy picit megindul, de megtörjön. Akkor megjön, tehát nem zúdul, nem világos. Tehát van mindenre megoldás. Megint persze mindenre van megoldás. Az első megoldás, akkor mondja meg valaki, hogy akkor honnan vegyük rá a pénzt, és akkor utána tudunk tovább lépni. A hölgyektől én nem kaptam választ, hogy az a elkerülő út, az a felső... Rajta van a hogy most is terepel legyünk. Téma, tehát áll, él a... Őszinte egyébként szívem szerint levettem volna, de jó. Az utas kolléga úgy döntött, hogy az, sőt, igen. A kollégák úgy döntöttek, hogy a szerepeltessük tovább. Annak az esélye körülbelül annyi, mint hogy én pápa vezetek. Jó, de még lesz pápa, de yes. A híd megépül, akkor nem kell, Jancsi. Ha a híd megépül, hogy kis monosornál, akkor nem kéne az. Hát világos, de hát persze, de a hídnak is körülbelül. Akkor is pápa lesz, a híd megépül. No. Igen? Én csak tájékoztatásra nem kellett, most csak azért, hogy ez az út nem 20 éve lett megtervezve, sokkal régezben, és egyre nehezebb a mi tanácsi időben kellett volna területeket kisajátítani, akkor nem tudták véghez vinni, amikor majdnem ingyen lehetett a negyedrészét kisajátítani. Ma már ráépült erre az útra több helyen olyan értéket, hát direktbe vagy nem, vagy valaki engedélyezte sok helyen, mivel nem tudta megvásárolni a falut. Tehát egyre távolabb kerül ez az útra. Ez csak azért, hogy a régi dolog. A másik azt szeretném kérdezni, hogy az erdei turizmusról, mintha nem hallottam volna egy szót sem. Igen. Igen, de hogy van-e valami program rá, hogy... Hát a Vöröskő program. A felszabadulás emléktúrát vezessük be újra. Különösi parkertet vezessük. Turistaházat, vagy hogy lehetne ezt egy kicsit élénkebbé tenni? Tehát, hogy van-e... Emlékszel rá? Persze, mondás, emléktúrás? Igen, emlékszel rá? 100 000-en jöttek föl. Április 4-én 100 000-re jöttek föl. 15 hajóval voltak. Az utak föl vannak fecsve, tehát voltunk fönn. Én alig írtam bejönni mindegy. Tehát voltunk fönn minden, aki itt van és akar csatlakozni, akkor január 1-én föl lehet menni. És megvan az út, körülünk valahol is megközelítheti a Vöröskő, megvannak a jelzések is. Gyönyörűen megvannak a jelzések. Tehát ez működne le, csak hát erre megint az a dolog, hogy hát most mit csináljuk, hogyha nem akarnak oda felmenni. Még egyet elfelejtettem, engednél szó, Jancsi. Bocsánat, tessék. Hát én még nem, csak egy gondolatot, hogy a vejem, ez a Győr Attila, a római őrtornyok, ugye ez egy fél Európát átívelő rendszer. Ez hamarosan világörökség része lesz. Nem tudom, mennyire tudják. Akkor elég, hogy... Tehát magyarul, ami Leányfalun ezt elkezdenénk valamit felcsinálni, vagy megvalósítani, ebből, mint a falu, mint vállalkozó falu, csinálhatnánk 38 hasonló őrtornyot végig. Bécstől, mit tudom én, hová is. Csak egy ötlet. Annyit nem sikerült elérnem a műemlékvédelemnél, hogy akkor nekem szólsz, hogy így... visszarakjuk a kipotyogott köveket. Jó, ugye, akkor... Már arra egy rombalmaz lesz, hogy akkor belőle. Nekem szól, és akkor én... Már most szóltam, jó? Jó. Csinálják meg, hogy legalább a kövek ne potyogjanak ki. Hogy legalább ne romboljon tovább. Jó. János, és előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy amikor ez az egész tervezési folyamat elindult részben törvényi kötelezettségnél fogva le időnként fölül kell vizsgálni, akkor nyilván a kezdeti vizsgálódások után a tervezők, meg a főépítész, meg akik itt a műszakiak részéről közreműködtek egy igen komoly és jó anyagot tettek le, ugye csomó adatot tartalmazott, vizsgálta a múltat, jövőt, rengeteg szám, táblázat, grafikon, minden volt benne. Ez alapján ugye, akinek volt rá lehetősége, elmondhatta a véleményét, én az adott
szerencsések közé tartoztam, hogy véleményt mondhattam róla, amit tudtam, hozzátettem, tehát így most emiatt nem is akarom részleteiben ezt tovább ragozni. Viszont ez a roppant ígéretes kezdés után úgy látom, hogy amit legalábbis a lányról is újságban megjelentetett végül az önkormányzat vagy a tervező anyagot, az egy annyira letisztított vagy kiúgozott anyag, ami persze sok mindenre lehetőséget ad, de hogyha ezt valaki elolvasta, csak átpillantott, nem csodálkozom azon, hogy végül is ilyen kevés számban jelent itt meg, mert egyáltalán nem volt felvillanyozó arra nézve, hogy itten ebből bármi is kisülhet. Az egy külön, mondjuk szerintem gond, hogy miután most az lett volna itt a célkitűzés, hogy minél többen mondják el a véleményüket, minél több javaslatot halljunk, és a vége felé már valóban ilyenek is elhangzottak. Tehát ehhez képest azért nem túl nagy propagandát csapott ennek az önkormányzat, például a honlapon meg se jelentette ezt. Ez mondjuk érthetetlen, hogy a meghívón is, legalább a meghívó lett volna fönt a honlapon, de az is jó lett volna, hogy nem az újságban megjelentetett anyag, hanem amit most itt az előbb legelején láttunk kivetítve, az a honlapon nyugodtan megjelenthetett volna, és kicsit inspirálóbb lett volna, én nem találtam. Ezt az anyagot nem találtam fönt a honlapon. Amit még szeretnék mondani, ami az a Losszmann János utolsó mondatai közül az egyik. Azt mondta, hogy az elkerülő úttal kapcsolatban ő neki ugyan más lett volna a véleménye, de ugye a tervezők azt mondták, hogy ez így jó, és akkor benne maradt. Tehát ezt a mentalitást szeretném annyiban mondjuk kiegészíteni, vagy a saját véleményem szerint mondjuk pontosítani, hogy pontosan az lett volna a cél, hogy az alapinformációk birtokában a tervező összeállít egy anyagot, az ő szakmai tudása szerint, összeállít egy vázat, és ez aztán az önkormányzat hozzáteszi azt, amit ő tulajdonképpen szeretne, és megvalósíthatónak is tart, és ebben a körben nem csak persze a képviselők tartoznak bele, hanem a itt viszonylag kevés számban megjelent lakosok is hozzá tartoztak volna. Tehát hiába tett le a tervező egy komoly anyagot, ez csak a váza lenne az egésznek, és ez tartalommal igazából a leányfog lakosságának, hát leginkább a képviselőnek kellett volna megtölteni. Most ezt én hiányolom, hogy a falu vezetői, vagy hát mondjuk a lakossága részéről is viszonylag kevés olyan ötlet jött, ami egyébként a településfejlesztési koncepciónak azt a célkitűzésének valósította volna, vagy eleget tett volna neki, és amit itt néhányan föl is levettek, hogy ez a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságaira alapozva a fejlesztési célokat meghatározza. Sajnos itt a gazdasági adottságokról nagyon kevés szó esik, és ezt ugye a tervezőktől nem lehet várni, hogy ezt ők találják ki, hanem ez pontosan a falu vezetésének, vagy azoknak, akik jobban érdeklődnek a falu ügye iránt, kellene mögé tenni. Például most a településfejlesztési koncepcióban megjelenhetett volna az, amit a képviselők a programjaikban megjelentettek. Nem tudom, hogy mi jelen, azon kívül, hogy fejlődjünk, meg Dunapart, meg víziturizmus, meg strand, meg hegy, meg nem tudom, makacsos turizmus, ilyen általánosságokon kívül nincs. Hát, hogy konkrétumot kérni, mit tettél volna vele, mint gazdasági lehetőséget Lányfalunak? Mégis elhangzott egy, és te lányfalui polgár vagy, sőt, hát visszaköszönjük, dolgoztál, átlátod Lányfalunak a lehetőségeit. Köszönöm, hogy közbe kérdeztél, ez a lehetőséget mint arra, hogy azt mondjam, hogy például olyan ötleteket, amit a német Tibor mondott. Nem az én ötletet, nem a saját ötleteimet akarom itt ráerőszakolni a programra, hanem pontosan arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy szélesebb körbe kellett volna elérni a lakosságot, megszólítani, vagy ahogy is mondta, akár egy ilyen kérdői formájában, hogy minél több ötlet bejöjjön, és a
képviselők bizonyára kitűnő választási programját még egy picit továbbfejlesz-e. A falu működésének a gazdasági megalapozásáról is szóljon valami. Na most ez sajnos ebből a legalábbis általunk látott koncepcióban még nem derül ki, de mondom, ez nem a tervezőknek a feladata, hanem ez majd a falu lakosságának, meg akik a vezetőinek kell beletenni. Most, hogy egyébként mennyit ér egy ilyen településfejlesztési koncepció? Előttem van a 2003-as, amit szintén a Urbanis Kft. Készített Liszai Krisztináik, nagyon igényes szép anyag, 50 oldal egyébként. Na most, de ilyenek van, még meg sincs valósulva, de már olyan irányba fog menni a falu, ami ezeket a célkitűzéseket nem tudja alátámasztani, se gazdaságilag, semmilyen módon. Megyek tovább. A hajók kikötő jobb hasznosítása. Hát most arról nem beszélek, hogy a Duna stratégia jegyével ugye megszüntették egy pár évre a hajókikötőt, most már legalább van, bár a hajóforgalom az nagyon szerint, ez a falunak hát csak annyi szerepe van, hogy nyilván egy picit jobban kellett volna lobbizni annak érdekében, hogy itt a hajóforgalom megmaradjon. A falu központ, mint ilyen sportcentrum kikapcsolódási övezet. Azt én nagyon fontosnak tartom, hogy most is szerepel benne, hogy ez már a településfejlesztési koncepció szinten is benne legyen, hogy ez a futballpálya, ez a közösség érdekét szolgálja. És nem csak a focistákét, mert különben ennek semmi értelme itt a falu közepén, és nem valósítja meg azokat a célkitűzéseket, amit 2003-ban is már megfogalmazott a falu. Meg gyakorlatilag a mostanival is benne van, ha nem is ilyen konkrétan megfogalmazva. 2003-as koncepció, benzinkút kitelepítése, hát ugye nem történt meg, sőt ellenkező irányú folyamat ment. Római őrtoronnyal kapcsolatos dolog. Nem, hogy előrelépés történt volna, hanem még azt a lehetőséget is mondjuk meghiúsította a falu, hogy valami fölvezetése legyen valamikor a római őrtoronynak a főút felől turistaforgalmat kicsit érintse, azzal, hogy egyszerűen eladta a területet a mellette lévő ingatlan tulajdonosának. Lejvilla, ez a legújabb ötlet. Ugye elhangzott tegnap, hogy ha ott óvoda lesz, vagy bölcsöde, 200 méteres körzetében alkoholtárosító helyet nem lehet csinálni, miért csak akkor nem, hogyha melegkonya nem kapcsolódik hozzá, illetve csak, hogyha a bölcsöde nem működik. Tehát, hogyha a falu a saját lehetőségeit is elvárja, és egyébként még ebbe a településfejlesztési koncepció tervezett, de az van, hogy Kreminának nem tudom milyen szerepet szám, talán hogy el kell adni, az óvoda meg a varvaházba megy. Tehát, hogyha még kés nincs a terv, csak nincs jól vágyva, csak tervezés szinten van, és már meg van változtatva, akkor ugye nem várhatjuk azt, hogy majd 10 év múlva akármilyen fejlesztési koncepció lesz, azt mondhatjuk rá, hogy megvalósult belőle bármi is. Kerékpárút sétány szétválasztása, ez már 12 évvel ezelőtt is benne volt a koncepció, hogy nem valósult meg, hát most így benne van. Meglévő csónakház, tervezett csónakházak, ezek a víziturizmus, csónakház építési programból szintén nem lett semmi. Ezeket most csak pusztán azért említettem, hogy az természetesen jó, hogyha rugalmas a fejlesztési koncepció, mert új körülmények adódhatnak, nem tudom, stb. És nem lehet megvalósítani. De az, hogy a 2003-as koncepcióból szinte semmi nem valósult meg, most ezt nem is említettem, hogy a falu mondjuk lakosságának a növelését nem sikerült megállítani, nem sikerült az alkoholfalmi jelleget megszüntetni. Hát most nyilván a legújabb vizsgálatok alapján ugye az lett kimondva, hogy ezt miután nem lehet megállítani, akkor csak korlátozzuk, vagy a magunk módján. A 2003-as településfejlesztési koncepcióval az van, hogy útépítés nyilván nem egy év alatt, hanem ahhoz, hogy valami történjen, vagy az utak megépüljenek, 1.787.000 forintot kell fordítani, 12 évvel ezelőtti árakon. Nyilván nem egy év alatt, csak azt mondom, hogy ennek a 12 év alatt a töredéke nem lett útépítésre fordítva, és hát ennek ugye látjuk az eredményt.
És ezért térek vissza az elejére, hogy ezért kell a falu működésének és a falufejlesztési koncepcióval és a gazdasági megalapozás megalapozottságra is egy kicsit több hangsúlyt fektetni, mert különben 10 év múlva ugyanazt fogjuk elmondani, hogy hát nem valósult meg semmi. És még egyszer mondanám, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha sokkal több lakos sikerül ezzel elérni, mert itt kitűnő véleményeket hallottunk. Szerintem, hogyha Leányforó 3500 lakosságból nem 18-an vannak itt, hanem 180-an, akkor már lehet, hogy 10-szer. Csak 5% még az is. 10-szer több jó ötlet lett volna. Úgyhogy ezt megmondom összintén, és erre kérnék is akkor most választ. Mi annak az oka, hogy nem lett meghirdető a Leányforosi óra, amikor a közelezés talán megjelentett? Nincs fel. No, hát akkor én csak egy dologra reflektálnék itt a építőanyag áruházra. Ugye azt megszüntettük a falunak a végén. Megszüntettük az építőanyag áruházat a falunak a végén, de valaki érdekes módon engedélyezett egyet a falu közepén. Tehát ezzel nem tudok én más válaszolni, hogy az nem hiszem, hogy oda jövő lennék, de elég lett volna a falu koncepciójával. De még egyet megjegyeznék, hogy tulajdonképpen ugye tökéletesen megfeledkeztél arról, hogy volt egy gazdasági válság, és nem azért nem csinálták meg az ötletet, aki önkormányzati alkalmazott voltál. És azért lobbiztál, hogy 20 forinttal több fizetést kapjál, előállsz azzal, hogy miért nem épültek meg az utak. Megkérdezném, miből épültek volna meg, hogy honnan fordított volna, nem rám tartozik, mert ugye 12 évről beszéltél, honnan lett volna az önkormányzatnak 1 milliárd forintja 12 év alatt útépítésre, hogy megkérdezni. Mindent, amit felvetettél, ugye tökéletesen megfelelkezti arról, hogy gazdasági válság is volt. Mellesleg megerősítetted azt a hitemet, hogy felolvastad a 2003-as, hogy ez tökéletes, amit csináltuk, mert szó szerint ugye azok vannak benne, mint akkor csináltuk. Más kérdés, hogy sajnos nem tudtuk megcsinálni. És ez lehetséges, hogy most is így lesz. Lehetséges, hogy most is így lesz, mert nem tudhatjuk, hogy mi fog következni tovább. Törekszünk rá, hogy megvalósuljon, és törekszünk rá, hogy minél több dolgot megcsináljunk belőle. A koncepciónak az a lényege, a terveknek, hogy mifelé menjen a falu. Mifelé menjen. Én azzal kezdtem, hogy egy koncepció annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Akkor nézzük az időtávot. A településfejlesztési koncepció az hosszú távú koncepció kell, hogy legyen. Tehát nem 4 éves ciklusok, nem 5 év, nem 10 év, hanem hosszú táv, ami minimálisan is 25, de inkább 35 év. A 2003-as koncepció, ami elhatározásokat rögzített, az azt gondolom, hogy 10 év elteltével, ahogy a jogszabály is előírja, át kell gondolni, hogy igazak-e még azok a célok, igazak-e még azok a fejlesztési elvek, de nem feltétlenül azt kell megkérdezni, hogy miért nem valósult meg minden belőle, ami abban javaslatként vagy irányként rögzítésre kerül. Bizonyos elemei megvalósultak, bizonyos elemei nem valósultak meg. Most van itt az idő, hogy végig gondoljuk, hogy jók-e azok az elképzelések. Vajon jók-e azok az elképzelések, hogy mondjuk a település hegyoldalán lévő telkek számára teljes közművesítést kell biztosítani. Ez egy kérdés. Nem az a kérdés, hogy ezt most 2 év alatt lehet megvalósítani, vagy 5 év alatt lehet megvalósítani, hanem az legyen az irány, hogy ez előbb-utóbb megtörténjen. Ez egy döntés. Lehet úgy dönteni, hogy nem. Viszont akkor nem szabad azon gondolkodni, hogy legyenek a még üdülő területi karéként, ugye a legfelső tömb sorok lakóterületi átsorolást ne kapjanak akkor. Mert nincs meg az infrastruktúrális feltételük. Ezek így függnek össze. Az utak. Annak idején nem értettem vele egyet, de egy Barát Etele mondta, miután nem volt a településfejlesztési koncepciónak még meghatározott tartalma, hogy költségeket is kell, hogy tartalmazzon. Szerintem
az egy stratégiai tervnek a feladata, hogy költségeket tartalmazzon, és nem egy koncepciónak. A koncepció az, hogy hova akarok eljutni, a stratégia pedig az a műfaj, hogy milyen lépésekkel fogom, és milyen ütemezéssel, és milyen finanszírozási kérdésekkel. De hogy látható legyen az a nagyságrend, ezért számoltuk ki az akkor ismert paraméterek alapján, hogy körülbelül mennyi lehet a teljes falunak a teljes útépítési költségvonzata. Hogy azért lehessen látni, hogy ez igen, ez nem 10 év lesz. Biztos, hogy nem 5, de nem is 15. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes volt ez az előbbi felsorolás, hogy esse, de nem hiszem, hogy ez a koncepciónak volt a baja, bár nem tisztem megvédeni, mert mi letettük az asztalra, a település elfogadta, aztán, hogy történt ez igazán, nem tisztem megvédeni, de azt gondolom, hogy hozzátartozik a dologhoz, hogy annyit várjunk el egy dokumentumtól, amennyit tőle elvárható. Tehát, hogyha ez egy településfejlesztési stratégia lett volna, ahol még monitoringozni is kéne azt, hogy na most elkészült, és erről kéne jelentést írni, akkor jogos lenne ez a felsorolás. Amúgy például a benzinkút kérdése nagyon sajnálatos, hogy nem sikerült kitelepíteni. Tudomásom szerint voltak ilyen irányú egyeztetések. Lehetett volna persze egy kisajátítási eljárással, mondjuk 15-20 éves pereskedésen mondjuk egy parkot csinálni, ahogy annak idején elképzeltük. De mégse sikerült. Vannak koncepcionális elképzelések, amelyek nem, az élet nem tudja létrehozni. Vannak ilyen részei. A többi pedig az, hogy a Dunapartot hogy kezelje az önkormányzat, milyen irányba fejlesz-e. Azt gondolom, hogy azok kis lépésekben tudnak megtörténni. Nincs az az anyagi helyzet, hogy egy hatalmas projektet végig toljanak a Dunaparton, és azt mondják, hogy akkor 2 év alatt ezt megvalósítjuk, de amikor kérdés van, és itt jön be az eszköz, a település rendezés eszköze, hogy akkor ezen a területen, ezen a szakaszon mit lehet csinálni, akkor az viszont igenis illeszkedjen a koncepcióba. A másik része pedig, hogy igen, lobbizni kell, finanszírozási lehetőségekkel után kell nézni, támogatási pályázatokat kell keresni, felkutatni, vagy kell csinálni még egy stratégiai dokumentumot, vagy ahogy Lovagor is mondta, potentátokat kell megtalálni azzal, hogy segítsenek. Igen, mindenki, amilyen eszközzel tud, persze apránként meg lehet ezt csinálni, de én nagyon kevés olyan várost ismerek Magyarországon, ahol egy koncepció elképzelése 5-10 év alatt reálisan megvalósulhatott volna. Vannak mondjuk jó fekvésű városok, mondjuk 100 halombattal, van egy jó büdzséje, és tud megfelelő gyorsasággal gyarapodni. Ja, így. De most lássuk be, hogy hol vagyunk. Az viszont nagyon fontos, azt gondolom, hogy azokat az irányokat meghatározzuk valóban, hogy, és ez egy érdekes kérdés, hogy amit annak idején prognosztizáltunk, éppen az üdülő faluság és a lakó alvó faluság közötti differenciálás, hogy ez miért nem jött be. Mert, hogyha belegondolunk, akkor azok a telkek, ahol a lakó funkció lehetősége adott volt, azok elindultak, intenzívebben indultak el a lakósodás irányába, ott a benne gondolom, jó magyar szokás szerint azért az üdülő területen is bújtatva csak-csak azért még létrejöttek lakóházak, vagy eleve már voltak ott úgy lakó funkciók, amik még a akkori KSH adatban nem voltak benne, ez ennyire egyszerű. De az, hogy ez az irány ez megerősödött, ezzel ma szembe kell nézni, és el kell dönteni, hogy akkor ennek stopptáblát adunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy jó, hogyha ez az irány, akkor ezt kell korrekten, mederben tartani. Nem elengedni, és
vigye a vihar, hanem mederbe kell tartani, és akkor keressük meg ezeknek az eszközeit. Tehát ez a koncepció, én azt gondolom, például ebben a kérdésben erről kell szóljon. A gazdasági kérdésekben pedig maga az az anyag, ami nyilván, hogy ez egy egyszerűsített, gyorsan áttekinthető rövidítmény. Az az 50 oldalas anyag, amit készítettünk, az ezután fog véglegesítésre kerülni és kikerülni egyeztetésre. Az foglalkozik az átfogó célok között, ahogy ebben az anyagban is benne van, a helyi gazdaság élénkítésével, amelyikbe beletartozik igenis a Dunaparttal való kapcsolódás, hogy azt hogy lehet integrálni akár idegenforgalmi, akár az elhangzott sportfunkciókkal, az idegenforgalmi vonzerőnek a fejlesztése, amiben benne van akár ez az Euróveló, akár az a földrajzi gyakorló térnek a lehetőség, és sok pici lépés, vagy egy jó lángosos, vagy egy jó vendéglő, vagy egy jó kiránduló pont, ahonnan bakancsos turisták fölmehetnek a... Köszönöm szépen a részvételt, remélem majdnem mindegyeseket vállalkozni. Akinek bármi ilyen problémával, ilyen egyéni, akkor...